Kreatúra. Útkeresés és csúcsdöntés a marketing tájain. A Brand Venture és a Jacsó Média közös podcastje. A mikrofonnál Hegedűs Pál és Jacsó Péter Tivadar olyan sztorikat ad, kaptok, amit más nem kapott meg, uh, pedig már 10 podcastet adtam. Engem a Michael Menzen felhívott, hogy tárgyaljunk az üzlet. Mondja nekem, hogy mekkora egy uh, kibaszott génusz vagyok. You are a fucking genius, man. Egy létező, elérhető, hozzáférhető, hétköznapi csávó vagyok, aki ezt bele az üzletbe, míg Versace-hoz, meg gucci nem tudsz besétálni az üzletbe, és nem fogsz tőle cuccokat venni. Hát mondom, én vagyok a tervező, itt van az ötlet a fejemben, itt van egy mintakolekció, itt van a de Érti, de hol van a tízezer darab ruha? Ezzel a self-made marketinggel, amit csináltam 10-15 évvel hát nagyon sikeresen. Én azon a szemétdombnak a csúcsán ö, már azt hittem, hogy, hogy ez már Amerikába is olvasható és látható, de ott, hát ott ö, a kis szemétdombod, az egy, az egy gombos tűnek a, a hegye csináltam, csináltam. Én nekem évekig nem volt marketing költségem, csak az, hogy csináltam. Nekem soha nem kellett kitalálni magamat, én ki voltam találva. Én meg úgy vagyok mostanában vele, hogy ahelyett, hogy címkézném magam fel, hogy én fenntartatósági, vagy civil aktivista vagyok, vagy mi vagyok, vagy divattervező, vagy micsoda, nem, én Herceg Zoltán vagyok, aki ilyen, meg olyan, meg olyan dolgokkal foglalkozik, és megvan az a szabadsága, hogy éppen azzal foglalkozik, ami neki kedve van. Hanyatestem attól a melegítőtől, de nem csak a Colin az egész brigádétől, hogy mindenkinek volt egy külön kockás melegítője. És akkor én mondtam, hogy ez beszarás, én már akkor tudtam, hogy nekem, nekem milyen lesz, amit magamnak csinálok másnap, tehát egy héttel később meg is volt az enyém. Mondom, ezt a cipőt akárki megnézte, azt mondta, hogy hú, Ezért ez. ez azt tényleg ezt mondat? Mondom, ezt mondták. Azt mondja, láttál kint ilyen ö, citromsága Lamborghini-ket, meg tűzférös Ferrari-kat? Mondom, láttam. És arra is azt mondták, hogy hú, az meg. Mondom, arra is. És megvették. Figyelj, de a, a, az, hogy te két szeretnél szívesen felőröztetni, és az, hogy kijön be hozzád és vásárlási szándékkal, az két külön történet. Attól a pörgős, stresses hajtós, melós világból azért, azért kezdek kifáradni, kezd, kezd elegem lenni. Az élet a következő. Az élet az tiszta víz, az tiszta levegő, az tiszta föld, az tiszta élelmiszer és tiszta emberi lelkek. ez az, ez az élet. Nem biztos, hogy képes vagyok arra ezt a kettőt egyszerre csinálni. egy dologra azért rájöttem 27 év alatt, amit csinálsz, szívvel az fog menni. Igen. A nyugdíjas herceg Zoltán ebben a fenntartható jokofarmba képzel el a, a, nagyon fenszi és tenni jövét úgy, hogy egyáltalán nem szennyez. Mai vendégünk egyedi stílusa és látáspódja a divatban és a közéletben egyaránt különlegessé teszi. 25 éve foglalkozik divattervezéssel és dizájnnal, Formavilága a roll érából, a hippi kultúrából és a 60-as-70-es évek retrójából táplálkozik. Tervezett olimpiai csapatnak, multicékhoztesszeinek, zenekaroknak, színházaknak, tervezett ruhákon kívül cserépkájhát, szemüveget, kerékpárt, kandalót. Sokféleképpen jellemezték a stílusát. Formabontó, eklektikus, csibészes nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és a környezet tudatosságra. Mottója a kicsi szép. Divat bemutatóin hivatásos modellek helyett az utca mutatja be a termékeit. Saját bevallása szerint néha még önmaga számára is túl sok. Fogadjátok szeretettel Herceg Zoltánt! Köszönöm szépen! Teljes körű és nagyon részletes kimerítő bemutatás. Kihagytunk valamit? Nem hagytadok, az égülángos semmit honnan zámozik Honnan a? Ez a, sok, ez a sok fontos és pontos információ? Hát kutattunk. kutattunk. Ismerős nekem a lombona. Ja várjál, hát azért a, a, a gerince az a honlapod. Tehát Igen. van egy bemutatkozó szöveg Val. Persze. Igen? Nagyon Jaj, jó. jó, jó. Kikészítette hát ezt a ez honlapot. Nem kizárt, hogy én voltam különben. Tehát én is lopok össze-vissza minden honnan, mindenkitől. Úgy értem, hogy ha valaki rólam ír, és azt tetszik, akkor azt állapom. Miért ne? Én uh, magamról azért -e kevésbé merek uh, ilyen nagy jövők tenni, mert én, nekem nem tisztem magamat megítélni, de hogyha ilyen uh, leírásra találkozom, azért az imponál. Tehát úgy nem, nem tűnik rossznak. Egész, egész hasznos csávó vagyok, meg egész ilyen érdekes, egész, egész izgalmas ezek. ezek Ezt talán Az első témánk az az, hogy uh, mi készítettünk egy adást uh, korábban a tres kultúráról, és azt véltük felfedezni, hogy a munkáidban nagyon sokszor használod a posztmodern poppárt és akár a trash elemeit is. Nem rossz értelemben, gondolok itt például a coca cola jesus feliratú pólóra, gondolok itt a Gentleman kollekcióra, vagy akár a magyar kártyás úszónadrágra. Miért választod ezeket az elemeket, illetve mit jelent számodra a tömegkultúra, a trash kultúra? Hát nem tudom, mi ezt trashnek nevezhetjük. Ez, ezt, ezt nevezünk trashnek? Nem feltétlenül ha megcáfolod. Én nem tudom, mi az a trash kultúra. Igen, erről volt egy egész komplet adásunk, és most zavarba jöttünk. Én kihagytam, és nem vagyok kébe. Nem kellett volna, inkább csak annyi, hogy a... Ha a gicset használjuk inkább a trash helyett, akkor az árfedésben van valami? Valamennyire értelmű a dolog, így azt gondolom, én azt érzem benne. Vagy hogyha a fogyasztói társadalom, vagy a modern modern mindenapiságnak a, a dolgait. Ez minden benne el, ez az. Tehát körülbelül az, hogyha bármilyen műalkotást veszel, ugye a műalkotás az egyszerű, mert ugye a művészön kifejezése, trash pedig az, ami bármi ebből, ami lejött így leszecskázódott, és azt csapágyasra járatják. Tehát ha Monaliza egy pólóra fel van nyalva, az trash. Ha de, a azért, Liza... de amikor először csinálta valaki, az még nem volt trash. Hát azért Leonardo... Andy, Andy Warhol, nem, 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 most nem azt kérem, Andy Warhol megcsinálta a levesdobozt, hogy lefestette a szupposdobozzt. dobozt. Az még nem trash, de hogyha minden, mindenhova az a szúpos doboz kerül fel, amit Andy Warhol Csinált, vagy, de az, vagy az, éve... ő ötletét olyan szinten járatják. Tehát amikor ő megcsinálta, az ugye újdonság volt, hogy ő szita technikával alkotott, de ma már kb. mindenki ugye végigpörgeti ezt egy, egy, egy fél év alatt, és az már trash. Hát hogyha, hogyha, hogyha a trash, amit én csinálok, vagy mi csinálunk, akkor valóban élesen elválasztható a magas kultúrától, vagy a, a magas képzőművészettől. Oh. Én nem vagyok festőművész, <hül> Ö, nem, nem tudok olajjal festeni, de, de, a, de a mindennapi engem körülelő világ az, ami ihlet. A fontos számra az, hogy, hogy ez szóljon is valamiről. Csak én nem azért teszem fel a valamelyik multicég termékét, ha már ezt a coca cola jesus szóba osztott, hogy tresseljek, hanem azért, hogy valamit kifejezzek vele, valami üzenetet adjak, aminek van is valami értelme. Jézus Krisztus üzenetének, az evangéliumnak most van értelme, mint ahogy az elmúlt két évben mindig volt, de most talán még erősebb üzenete van, mert már még jobban elfejtettük az, az, eredeti üzenetét. Még kevésbé halljuk meg. Még kevésbé halljuk meg, óriási nagy a zaj, és nem biztos, hogy a mai fiatalok, vagy az én vásárló közönségem bejár a templomba, ha nem a be, akkor se biztos, hogy azt hallja, meg itt meg kell hallani. Ha a Bibliát kinyitja, az se biztos, hogy akkor eljut hozzá az üzenet. Egyáltalán a, a, az egyházak ah, ez messzire vezető, nem igen. hiszem, hogy eljut a, az üzenet, de mondjuk, ha egy kortás divattelvező fölrakja a, a, a coca cola üzenetet, ami Jesus christ van megfertőzve, vagy kiszépítve, vagy megcímezve, akkor lehet, hogy hamarabb eljut hozzájuk, ugye az üzenet szól azon a bizonyos pólón, aki az én vizemet issza, soha nem szomjazik. Na, ez már mindjárt egy... Wow. Az, ez a, van egy áthallás János, János, János 4.14-ből idézett mondás, ki az én vizemet issza, soha nem szomjazik. Ugye ez, ez nem a coca vonatkozik, hanem Jézus Krisztus. Abszolút. Úgy nagyon szépen kifacsarja ugye az üdítőt, ami ugye azt mondaná, hogy itt az én vizemet. Akkor Na. se tudom, mi az volt, de valójában... Na. Ezt nem tudom, hogy hívhatjuk a trash kultúrának, minden esetre, minden esetre nagyon tetszett az üzenete. Ö, azzal se csinálok titkot, szerintem, hogy még ez sem az én ötletem volt, hanem valahol az interneten mitől találtam egy grafikát, vagy nem tudom mit, de azt már viszont én raktam rá a pólókra, és azt már én ö, találtam ki, hogy akkor az viszont legyen a Coca-Cola színeivel, ha már piros-fehér, meg fekete-piros, ugye az a light. Igen. És akkor utána lettek egyébként meg lájtos pólók is, ami már akkor ennek a tovább gondolása volt, hogy Jézust kicseréltem hercegre. De a herceg is prédiká, tehát én is, az a, tehát én is Jézussal ö, 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 együtt a szeretetet hirdetem. Hát aztán vagy tudunk szeretni, vagy nem az, hogy kinek mit jelent a szeretetünk, hogyan szeretünk, Azért, hogyan nem. Talán az... megállapodhatunk abba, próbálkozni kell, tehát ez nem elsőre igen, fog menni. Igen, igen, igen. Hát a minden esetre, hogyha nem halálfejet teszek a pólómra, hanem hanem Jézustól egy, egy idézetet, akkor talán én már, én már különbözök a mainstreamtől. Uh, ha ezt reskultúrák hívjuk, akkor hívjuk, és ez vagyok én. Nem kell, nem kell messzire mennem a témákra, az biztos. Tehát én, én összeszeregetem a hétköznapokból, ami nekem tetszik, és azt lefordítom grafikára, és azt a grafikát állítom a ruhára, de akkor mindig csak pólóról beszélünk, mert egy nadrág, nadrágról nem feltétlenül lehet üzenetet közvetíteni. De mondjuk, ha én mondjuk NATO terepmintás nadrág kollekció jövök ki. Ilyenen gondolkozol mostanában? A pontos, egész pontosan azért, mert, mert láttam NATO terepmintás alapanyagot hozzá, uh -huh. ami bitang jól néz ki. Rásul nagyon erős. Na de én, én, nem a háborút akarom ezzel propagálni, én nekem valahogy meg ki kell találnom, hogy ez pont az ellenkezőről szóljon. Tehát oké, okay, egy terepszínadrágot van, de valami píszelet, vagy, vagy, vagy béke, vagy halleluja, rá, vagy, vagy, nem tudom, mit rá vagy kell valami tenne. olyan valahogy, elütő valahogy, motivum, ami. Valahogy meg kell trükköznöm, hogy ez pont a háború ellen szóljon, hiszen én pacifista vagyok. Tehát, hát azt tehát, gondolom épészel mindenki azt, Tehát, hogy most körbenézünk a világunkban, nem nagyon tudunk a háború mellett érvelni. tehát éve nem, de, 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 de elég sokan tesznek a háború mellett. Tehát, a konkrétan, akik hadba küldik a seregeket, azok, azokat nem lehet pacifisták nevezni. Nem, Én nem. azt látom, hogy a világvezetői közül elég sok barom van, aki, aki az öröklésbe látja őt, és nem a, a. Én csak azt emelném, hogy lehet, hogy még így is ők vannak kevesebben, tehát valószínűleg többen vannak azok a tömegek, akik látják, hogy ez, ez teljesen értelmetlen. Csak ők nincsenek engedve a mikrofonhoz vagy a szavazófülkéhez. Én egy kicsit a trash szóval azt akartam megjeleníteni, hogy egyébként, hogyha mostanában megnézzük, nagyon sokszor futottunk bele olyanba, hogy nagyon neves, óriás divatmárkák olyan ruhákat, olyan kollekciókat hoznak elő, amiben a viselőjük gyakorlatilag egy csövesnek néz Aha. ki. És nagyon sokszor láttuk azt, hogy hogy, ö, hogy arról szól, hogy ő másfél millió forintnyi ruhát aggatott magára, de nem mondja meg róla senki, és itt érzem egy picit azt, hogy, hogy a nagy márkák ezek szerint nekem olyan érzés amit átvernének minket tulajdonképpen. De azok átvernek, a, nem csak a, a, a hajléktalan szerű ruháikkal vernek, hát azzal is átvernek, hanem minden átvernek, hiszen egy brendet kell kifizetned, és a, a ruha anyagában, fazonyában, megjelenésében semmivel se tud többet, mint vagy az enyém, vagy a, vagy a, most a kínait azért nem azon ide, mert azért minőségben nyilván van különbség, de a, de a marketing és a divat és a trendek és a hóbort, az mindenképpen átverés. Tehát, tehát az, hogy tízszer, meg húszszor, meg százszor, hogy fizet, fizetsz egy táskáért, egy cipő, meg egy nadrágért, az átverés szerintem, én mindig is átverésnek gondoltam, de valahogy mi ezt akarjuk fogyasztóként, nem? Hát ha akarjátok, akkor úgy kell nektek, persze. Hát de nem, most nézz körül, tehát hogy valójában még, és ugye neked is van egy branded, tehát, hogy, hogy ha téged választanak, akkor is a brandért választják. Nem biztos, hogy a, valaki meg tudja ítélni, hogy figyelj, milyen a szabása ennek a katyának, milyen anyagokból készült, mennyi lenne a beszkóára, hanem azt mondja, hogy Hát ez a herceg fazon, ez, ez Ezt menő. Bejön. Igen, a Nike az, az is bejön. Hát szeretnék egyéni lenni, én nem akarok úgy kinézni, mint aki mindenki, aki a van. Én szeretnék valami mást mutatni magamról, de ez szükség a van. A kedvencem, amikor az ellenkultúra jön azzal, hogy az, az ellenkultúrát is megveheted. Tehát ha hippi akarsz Igen. lenni, ugyanúgy Nike-ba, adidas -ba öltözhetsz. Most nem a márkák a lényegesek itt, hanem az, hogy tehát eszedbe nem jut magadnak varni ruhát, mert ugye azon már túl vagyunk tisztelet a kivételnek. Tehát Igen, a... Tőlem, is, tőlem is a, a brand miatt, meg, magam miatt mm -hmm. vesznek ruhát, de én egy létező, elérhető, hozzáférhető hétköznapi csáv vagyok, aki ezt bele sétál az üzletbe, míg Versace-hoz, meg gucci nem tudsz besétálni az üzletbe, és nem fogsz tőle cuccokat venni. Egy, kettő, én nem az egész Bocsánat, lába... a Versace az, akit lelőttek, hát, ugye? Hát, a Donat el a csinálja, tehát Jaj, ez de az hát azt meg az. Nem. Ah, se tudsz besétálni. V Vele úgy vagyok, hogy minél kevesebbet tudok róla, annál jobb, de én nem, nem ismerem őt annyira, csak a kinézete az elég Na, arra akartam hogy a, hogy a Ö, nincs olyan világcégem, amely a, a, világ összes fővárosában és nagyvárosába franchise üzleteket tart fent, csili-vili kristálycsillárokkal, meg, meg, olyan öltöző fülkével, hogy én például Párizsban nem mertem bemenni a Gotyé a Sánzelizi mellett van a Divar is tudom, hogy, hogy hívják, és másra vissza rendesen, normálisan felöltözve, rákészülve, megfésülködve, egyáltalán bemerjek menni a Gotyé szalomba, amelyikben kettő olyan csávó nyitotta ki nekem az ajtót, mint akik a Vogue címlapról léptek volna érte. le. két méter magas fekete csávók. Tehát érted, mint egy hollywoodi filmbe léptem volna be, és azért az egy ilyen üzletbe amit 200 vagy 300 négyzetméter, 500 eurót kifizetni egy pólóért, vagy 1000 eurót, az nem ugyanaz, mint a herceghez felsétálni a Királyicai Pékség fölötti galéria 50 nézetméterre, és személyesen tőlem megvenni azokat az utcokat amiből két-három darab készült, a, 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 rád szabva méretbe. Ez nagyon messze van, nagyon-nagyon messze van a hájpolástól, meg, a, meg a, attól a világméretű szennyezéstől, amit egyébként a Párizsi, meg Londoni, meg Milánói szalomban a Kínába készült, meg a Vietnám, meg a Kambodzsába készült, egy tárizsére készült ruhákat a tengerjáró terhajók hát ezek Ezek konfeció ruhák valójában. Én nem, nem, nem tudnám ezt összehasonlítani, mert nem is lenne értelme. Most akkor elég gyorsan át is evezünk a fenntartatóságra, mert én ebben a szempontból nézem a, a brendeket, a világbrendeket, <laughs> amelyek egyébként még mindig nem a magas fashionből élnek meg, Hát, vagy egy, egy kevés hogy a, abból élnek meg. Meggondoljuk, hogy a 10.000 eurós öltönyökből, meg kabátokból él a Gucci, meg a Dolce Gabbana. hanem bizony, ők abból a ekkora brandinget pólóból élnek meg, amit egyébként a plebs vesz meg, amiről te beszéltél, és ebből egyetértünk, az a plebs, aki szereti azt a hasán hordani, hogy ő neki Dolce Gabbana pólója van, amit egyébként, és akkor megint mondok egy fontosat, mert ez is fontos, nem 300 ról vesz meg, hanem 3000 forint a kínai piacon. Igen. Mert te már nem tud megállapítani, és akkor ez már megint trash. Tehát valójában a legnagyobb tressek azok, akik milliárdosra keresik magukat azon, hogy valójában a hitvány utánzott cuccaikat veszi a PLEVS ezzel számra. Tehát uh, nekem ez a trash uh, nem az enyém, ami, aki nagyon kicsiben dolgozok, a kicsi szép, ha már a felvezetőbe uh, uh, bemutattatok ilyen formában. Uh, én, én szeretném azt hinni és tudni, hogy nem szennyezek annyit, és, uh, és az én cuccaimérték állag és időtállag. És egyébként nem is nem is jövök évente újabb és újabb dizájnokkal, és nekem a 10 meg a 20 éves cuccaimat is ugyanúgy lehet hordani, mint a tavait. Tehát az a csizma, ami rajtam van, az 15 éve csináltam. A nadrág az kb. 5 éves, a póló meg 5, fél éves. És ez működik együtt is. És vágytál arra, hogy nagyobb legyél? Hát az az, a, az, az egónak a, a, harca, igen, hogy ne? Hát ha valaki divattelőző lesz, vagy zenész, bármi, rockstar, akkor azért nem biztos, hogy arra gondol 20 évesen, amikor nagy hevülettel neki kezd, hogy még 50 éves és kb. fog tartani, a 20 évesen tartott. Mert ez a magyar piac, ha popzenéről, ha rockzenéről, ha divatról beszélgetünk, azért nincs benne túl nagy tartalék, tehát ö, ö, Igen, ezt ezt érzé viszont hamar eljú. ki lehet maxolni ezt a 10 milliós piacot, amelynek a rám vonatkozó piaci része egy század vagy egy ezred százalék, egy, egy populáris zenekarnak is elhanyagolható 10 millióból az, aki megveszi CD-jét, vagy elmegy egy koncertet, de azért meg lehet belőle élni. De a szupersztársak az nem itt kezdődik, az Amerikába kezdődik. Na most én kipróbáltam Amerikába. Jó, hogy mondod, mert ugye akartunk erről kérdezni. Kipróbáltam Amerikába, de hát az 40 éves koromra jutottam odáig el, hogy elhittem azt egy hollywoodi sztárnak, hogy ez működhet. Elhittem neki, mert el akartam hinni, és még akár működhetett is volna, ha ez, meg az, meg amaz nem úgy történt volna. Jó. De nagyon örülök, hogy kipróbáltam, mert, mert annyival előrébb vagyok, hogy biztos, hogy nem mondhatom magamnak, nem hányhatom magamnak szemre, hogy, Azoknak, nem akiknek esetleg nincs meg. Tehát Igen. ugye ez a 2014-es kalandod Michael Medzenne, ugye? Így van. Már az Róla az mindenképp van. szerettünk volna kérdezni. Egyrészt magáról Medzenről, meg hogy nekem nem teljesen jött le, hogy milyen volt a ti ismerettségetek kapcsolatotok. Ugye nekem a Medzen az elsősorban a Tarantinónak a kilbírjéből van meg. Igen. Előtte is láttam őt már különböző gangsterfilmekben. Nekem ez a forma úgy Nekem a Donny brasco vagy egyébként a kedvencem. és az első meg a kutyaszorítóban. Így van, igen, van. Igen, igen. Először. Ugye Tarantino hozta őt, és, és úgy általában ugye ott is kicsit így visszautalunk a trash műfajra, hogy, hogy ő ezt az egészet úgy műveli, hogy ez mégis egy magas szintre jut. És egy csomó olyan színész van, akiket ő hozott fel a másodosztályból. Az Atomic egyébként? Ő is trash? Az, amiből dolgozik. Tehát ugye Kifejezetten B-movikat vesz alapul. Alapul, és azokat újra gyúrja. A kedvencem De a, Jack a Tarantino Tarantino, igen. igen. Tehát, hogy mit a Jackie Brown, abban az a Pam Greer szerepel, aki egy Black Exploitation móbiba szerepelt a 70-es években. nem is tudjuk magyarul, mit jelent az, hogy Black Exploitation. Olyan filmek, ahol feketék voltak, és hát ott nagyon kegyetlen volt. Én azt a filmet nem bírtam először végignézni az eredeti. Tehát, hogy itt borzalmas volt. Átküldhetném majd. Szívesen, persze. És, a, és, ott ugye fiatal a Pam Grier, tehát 21 2 éves, és hogy ott minden van, tehát vetkőzés, meg ölés, meg, tehát ami egy ilyen komédia del arte stílusban, és ehhez képest a Jackie Brown, láttad esetleg a Jackie Brown? Hogyne, hogyne. Tehát az egy, az egy szolid film, ugye ott, ott, vannak egész jó karakterszínészek, ugye Bridget Fondától kezdve, azt hiszem Robert De Niro is ott van, aki ugye egy ilyen, igen. ilyen elég furcsa, ilyen öregedő maffia főnöket alakít. Tehát visszatérve a, a medzere, Na, igen, hogy, igen. hogy, 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 nekünk mindig, mindig egy ilyen B-kategóriás színésznek tűnt, innen nézve, de engem izgat az, hogy, hogy egyrészt, amikor ti megismerkedtetek, akkor mit láttál benne, hogy, hogy innen ő Amerikában Ban élve ő minek számít? Tehát Vagy ő... hogy indult ez az, az egész? Hogyan, Élek, hogyan már, amikor, kategorizáljuk hát, amikor, a, amikor a Michael Medzen magyarországi képviselője főívott engem, hogy itt van a Michael, és itt forgatok Koltai Robival, és ö, kapott közben egy díj, egy díjat Portugáliából, és nincs mibe átvennie, mert nem erre készült, de uh -huh. ezért jött, hogy behozná hozzám, hogy őröztessem föl, hát akkor ugye kiestem a székből. Hát az, ez amúgy a, a Superboys forgatása volt? Az. Értem. Az. Ö, Magic, Boys. Magic Boys. Magic Boys. Magic Boys, de, de rögtön az egy, ez, ez is egy kérdés, hogy a Medzen, ugye ebben az időszakban, ez 2009, ha jól emlékszem, Igen. a filmnek a forgatása, Igen. tehát ő akkor, akkor már egy azt gondolom, hogy a 2000-es évek elei tarantinói magasságokból azért eljutott egy koltai Robi filmbe, amit azóta se tudok érteni, még 2,3 pontot kapott IMDb-n, tehát hogy az nem túl magas hogy hozták össze érte. azt a filmet egyáltalán, Ho hogy, került ő ide? Hát, úgy, hogy a, úgy, hogy a sikerült úgy ledarálni a reputációját odakint a viselkedésével, a magánéleti viselkedésével, oh. Erről hogy nem ő tudok ő A Pixisből. Oh. Hát ő megbízhatatlan link csávó. Tehát ő, bedesz nem csak a filmjébe, hanem bedesz az életbe is. Hmm. Ami bedesség, mondjuk egy, egy sok milliós sok millió dolláros filmnél nem annyira kifizetőről, hogy mondjuk késel két napot a forgatásról. Igen. Azt nem szokták egyébként a profiknál méltányolni. Nem hívnak le többet. Nem gondolom. hívnak többször. Na és ő ledarálta magát a hosszú évek alatt a, az életformájával, az életstílusával, a megbízhatatlanságával, bedezségével ledarálta magát, és oda jutott, hogy lehet, hogy a hívják forgatni, és azt is el kell fogadnia, vagy Magyarországra azt is el kell fogadnia, nem akar ilyen halni. Tehát kb. úgy, mint nem is tudom, a, melyik amerikai színész a... a Aki, Vagy a, a, japán viszkit reklámozta ugye, a, a filmjében, mert hogy nem, nem volt más. De akkor, akkor ő innen nézve még így is egy egy izgalmas figurának tűnt. Hát hogy a vihar mert Hát én egyrészt nem tudtam én semmit arról 2009 be, hogy ő neki hogy a reputációja. Az persze sejthető volt, hogyha egy magyar költségvetésű filmbe szerepet vállal, akkor nem arról van szó, hogy csúcsgázit fizetnek neki magyar szinten, vagy amerikai szinten, hanem persze. azt, hogy meg tudtak egyezni, tehát valószínűleg lejjebb adta a csávó. De ki foglalkozik azzal? Olyan, Persze. amikor ő téged hív föl, és törd akar ruhát, és fel is tud és egyébként baromira tetszik neki a cucc, és akkor uh -huh. először csak főhív téged, hogy gyere már haver beszélgessünk, mert van a, egy ajánlatom a számodra. Akkor, akkor a te agyadból kilózódik minden rossz és minden negatív, Igen. ha egyáltalán benne van, és marad az, hogy engem a Michael Menzen felhívott, hogy tárgyaljunk az üzletről. És, mit, mit, és mit akkor utána meg az, az a következő jelenet, hogy, hogy ott állunk a Paulai Jede utcába, a Menza mellett, a pokrívcság Mónikával, és a hármasba a michael le és ő mondja nekem, hogy én mekkora egy kibaszott génius vagyok. You are a fucking genius, man. <laughs> és akkor csináljunk közös bizniszt. Azért egy szép Nekem, van egy, pillanat nekem, egy brandem, Aha. Amerikával, American Badass nevű brand, uh -huh. és ezt el is hittem, hogy van, egyébként van is levédve valami ketchupra meg majonézre. Világos. ez nem kerül szóba. American Badass, és ő <laughs> divatmárkát akar, és én leszek a tervezője. Na, ki erre nemet? Persze. Persze. Melyik ütök? De miért, miért mondanánk rá? Bárki. De akkor én mondtam valaki, na jó, akkor ugorjon a Balázs, vagy ugorjon elő a Csiszári nő, mert biztos ez valami. Andi kamera. De engem ezzel nem vettek Aztán nem volt semmi és megkérdezte, hogy csináltunk egy közös fotót. A Michael Metze megkérdezte tőlem, hogy csináljunk egy közös fotót. És mondom, Szép. csináljunk. És oké, akkor, akkor én, én, kész voltam teljesen. Tehát én persze. Kicsit, tehát ez, 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 egy félórás diskózus volt, ahol tapogatott, meg lapogatott, meg simogatott a csávó, érted? Döbbenet. És utána kimentél. És ut ne, hát ut utána nem, ment, nem mentem ki, utána megcsináltam az életem a délek a divassóját, találkoztunk augusztusba, kezet ráztunk, hogy oké, okay, köszönöm, vállalom, csináljuk, visszarepült az usa és akkor ott maradtam, hogy egy készfogással meg egy Michael Menzin de Nyilván e mailben tartottuk a kapcsolatot, meg írogattam, meg mit tudom én, és akkor azt mondjuk, hogy csinálják egy, egy nagyon oda baszos kollekciót, azt uh -huh. meg is csináltam, az a HZ kollekció. Na arra már nem az utcerembe hívtam be, hanem a magyarországi vezetőszínészeket hívtam be. Uh -huh. Ők ezzel a Michael Medzene sztorival a hátam mögött egyébként mind igent mondtak. A, a, Szabó Győzőtől a Pindrok Csaváig, a, 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 kik, voltak ott a, a német Kristóftól a, a Réka Sikarcsig, nekem a Miller Zolitól, nem tudom mindenki igent mondott. Csináltunk egy baromi nagy divassót, és akkor én, akkor én elindultam ezen, a, ezen az úton. Új volt, meg is hívtuk őt a divassóra, hogy ő legyen az egyik modell, az egyik fellépő, mm -hmm. sztárvendég. Nem tudott eljönni, mert forgatott valahol. De hát azért volt nekem 13 vezető színészem Magyarországról, tényleg a top, stólbucitól kezdve, a top. És, és csináltunk egy baromi sikeres kollekciót, és akkor késznek éreztem magam arra, hogy na itt van egy kollekció, itt van egy bemutató, itt van egy ezek, akkor csináljuk. És akkor 2009-től, négy évig tartott az, hogy, 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 hogy kivilágosodjon az, hogy, hogy hogyan képzelte ő, hogyan képzeltem én, és akkor mi ennek az egésznek a valósággal a kapcsolata? Hát nem sok kapcsolata volt a valósággal. Hát értem, azért a négy évből ez kiderült, tűnik azért ez hosszú idő, nem? Tehát, hogy... Nézd, először is kiderült, hogy neki nincs pénze. Oké. Okay. Tehát, hogy ő ezt a, ez a, meg a brand sincs. Tehát van egy American Badass barbecue sauce, meg ketchup, meg mustár. Oh ez van. És akkor megnéztük, hogy akkor nézzük már meg ezt az American Berest, hogy ez mi van ruhával. És akkor van 18 ilyen brand az USA-ba levédve, de egyik se az ővé. Az egyik kidroké kidrok valószínűleg. lehet. Ő az American Berest, nekem rögtön kidrok Jó. ugrik be. Sima száma István. Simá lehet. I am American Badass. Simá lehet, és a Michael Medzenek nem volt ilyen brandre levédve ruhamárkája. Tehát ez nincs. Ez picit probléma. Mondjuk marketingesként azért az is redfelek, hogyha nincs budget mondjuk meg izé, tehát hogy akkor hogy tud, hogy a kérdőt, a véget sem se aztán jött a jóságcikk, havarom küldte át nekem, hogy figyelj, hát a máj körül megjelent az usa egy cikk, hogy ezért csődöt jelentett, hogy, ja, hogy ez a a 4 igen. millió dollárs tartozása van. Na, mondom, akkor pénzes nincs, akkor én jobban állok, mint ő. És akkor így mindig így, így, hónapra, hónapra fordultak meg az események, de ezt nem engedtem ezt a szállat el. Hiába láttam, hogy a csávó alkalmatlan. Nem ezt akartam látni, azt akartam látni, nekem van egy készfagásom, ő azt mondta, hogy én zseni vagyok, és csináljunk közös brendet. Jó, hát ha neked nincs pénzed, meg neked nincs brended, semmi probléma, majd átnevezzük ezt a brendet máshogyan, itt, hogy lesz akármilyen kikesz, vagy tök mindegy. Igen, értem. Én akkor el... Clothing by Michael Menzen, vagy Superstar, Mike... mit tök mindegy, nem is tudom, mert mindenféle neveket dobáloztam fölfele, nem is ez volt lényeg, hogy hogy hívják a brendet, hanem hogy az, hogy fog kinézni a ruha, tudom, hogy ő mit akar, mit szeret, milyen a habitus, nekem ugyanolyan, tehát ezzel nem lesz probléma. Itt azért a művészi koncepció az megvan, az én lendületem megvan, ő még mindig azt mondja, hogy ezzel csináljuk, jó, akkor pénzt kell hozzá szerezni. Amit most hallok, abból nekem ez egyre inkább nem Michael Medzerről szól, hanem a rólad és a te, így van. a munkaszeretettől, arról, hogy így milyen lelkes, még most is, ahogy beszélsz, tehát nem úgy érzed magad, Peti, hogy mi is csomagoljunk már össze, azt menjünk, mert ebből lesz valami. Né, tehát, így, tehát, így, 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 Négy évig, négy évig, ezt a szalt pofosztam, lett hozzá befektetőm, lett hozzá mindenféle társam, Hihetetlen. lett hozzá pénzt, csináltunk mintakollekciót, csináltunk még egy bemutatót, csináltunk uh, fotózást, aztán egyszer csak uh, már olyan sok pénz gyűlt össze, vagy olyan nagy támogatás a hátam mögött, mert nekem ott volt ez a készfogás, én erre készfogásra hivatkoztam. Sőt, egy évek később kimentünk Párizsba, itt forgatott egy filmet Párizsba, vagy kapott valami díjat, találkoztunk vele a szárai szobájába, aláírtunk egy papírt, hogy határozottan ideig uh, nekem a brand, a, az ő nevét, meg az arcát itt adja a ruha már. Tehát, volt egy ilyen papírom. Uh -huh. Mai napig megvan. Határozatlan ideig a nevét és az arcát használtam. Megvan ez a papír. Ez határozott ideig szól. Alá van írva. Hát akkor valójában lehetne egy Michael Madsen by Herceg lehetne. Zoltán című brand. Lehetne. Mert... Én szóval én sokat tettünk, sokat mókoltunk, sokat mentünk, sokat alkottunk, sokat utaztunk, sokat költöttünk. Mi rájtottunk oda, hogy kimentünk 2013-ból Los Angelesbe befotózni egy 300 darabos kollekciót rajta. Istenem. És megszülettek életem legjobb divatfotói egy Hollywoodi szupersztára. És akkor ez meg megint behozott annyi, annyi tőkét, annyi inputot, hogy Na, akkor ezt meg ki én tudtam, én meg szívesen. Tud... Te láttad ezeket a fotókat? Majd átküldöm, és megmutathat, megmutathatjátok a, a riportba. És akkor megint egy évre elegendő muníció halmozódott fel ahhoz, hogy akkor én be is fejezzek itt minden, és akkor már ki lehet menni után, és akkor ott jönnek az, a, az amerikai élmények igazából. Innen nem 4. február. Nem nagyon tudjuk elképzelni a léptékeket. Nekem, nekem teljesen ö, esélytelen, hogy egy amerikai léptéket el tudja képzelni. Szóval ami itt, itthon, hogy itthon egy kollekciót összehozol, és valamennyi ö, vevő van rá, de hogy az egy, az egy egész más műfaj. Hogy ezt, ezt milyennek láttad? Hát azt rettentőnek, elrettentőnek láttam, hiszen mikor kimentem ezekkel a ideákkal és ezzel a felkészültséggel, most a tehetségtől függetlenül, mert azt hiszem, hogy az az megvan, mert meg Én is úgy látom, hogy nem ezen bukott. Ne. Vagy Tehát, hogy Fíjló, én csak olyan csávokat találkoztam ott kint, részben a Májki hozott össze, részben a, 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 élet hozott össze, akik, akik barmi gondolkodtak, és nekik az a lépték, ami én vagyok, az nem is létezik. Hihetetlen. De mondtak, hogy te nagyon tehetséges vagy, ez a könyv, kurva jó, de mit akarsz, könyvet akarsz árulni? Nem, no, no, nem, nem, könyvet, itt a ruhák, benne van. De ezek a ruhák meg vannak, hol vannak? tavai meg tavaly előtti elattam. De mit árusz, van meg? Hát mondom, én vagyok a tervező, itt van az ötletek a fejemben, itt van egy mintakollekció, itt van az a Michael de érti, de hol van a tízezer darab ruha? Amit rögtön most KP-re meg lehetne venni. Amit, amit be kéne rakni a mészisbe. Aha. De a tízezer kevés is, tehát mindjárt mondjuk százezer kéne. Hihetetlen. Mert akkor van a Macy's, meg a nem tudom milyen, Értem. még néhány amerikai nagy üzletláncot. Igen, so Target, JCPenney, mit tudom mert milyen... ők, mert ők velük vannak kapcsolatban, és hogyha valamikkel leszerződik, akkor nekem öt évre előre azt a százezre biztosítani kell. Igen. Ja, hát mondjuk. Ezt, ezt, tudjuk a múlt is szerződések, volt komoly szankciók vannak, Há hát hogyha hát de... ha nem szállítasz, akkor ugye ködbérez. Én hát, úgy gondoltam, uh, ott is kint, mint ahogy én itt csináltam, és akkor rátérhetünk arra, miért így vagyok, a self-marketing. Vagy, vagy Self-brand, ugye. Igen. saját brand vagy hogy mondják ezt. Na, jól mondtam, self-made, made, self -made öncsinálás. Hogy oké, megyek, kicsibe elkezdem a Michael-nek, aztán a Miki úrk, egyszer, egyszer, hívta a, a, a Miki a Michael ott voltam mellett, és mondta, hogy Miki, akarsz -e beszélni? Adta a telefon. hogy ne akarnék, persze. Hát de most mit magyar nekem, nyilván... Hát, hogy jó voltál a pankrátorban, én biztos, hogy azt mondanám. Láttad azt a filmet? Hogy láttam. Hát olyan, jó de... remgem. Ez még a pankrát előtt volt egyébként. Azért hadd kérdezzem meg, arra a jelenetre emlékszel, amikor a tűzőgépes ember megkérdezi tőle, hogy lehet egy kicsit keményebb? Megvan? Igen és akkor tudod, azt látod, hogy a következő, hogy óra vére folyik mindenhol már, hogy azért ennyire keményre nem számított, de állja a sarat, Igen. 50 pluszos, ő pankrátor, csinálja. Tehát nekem ember nem ez tiszteletet ébresztett, hogy figyelj, ez a szakma, hogy... É, ez, egy, ez egy, ez egy film szerep. Jó, nyilván, de Körtán hogy... Meg hogy... a pofád, és haszn... öreg nénire botoxozta magát. Igen. Ez is egy elmebeteg. Hát... Na most a amerikai, vagy magyar lépték, szóval ég és föld, ég és föld a különbség és és mindenhol ezekbe a falakba ütköztem, hogy ez a self-made marketing, amit én csináltam itthon, ez 42 évesen nem kezdhető előről az Egyesült Államokban, akkor sem vagy a Michael mert amikor bementem a Sunset Boulevardon a kis könyvecskémmel, aminek a hátulján volt a Michael és azt előadtam, hogy ennek a Michael a társadalom, hogy kicsoda? Nem tudták, hogy ki? Michael Madsen, Miben is volt ő? És akkor mutattam a fényképét. Ja, persze, tudom. Hát de azt jel, hát itt Ben Stiller meg Brad Pitt így sétálgat meg a Johnny Depp az minden nap az utcán. Hát ez, ez egy C-kategóriás csáó ezek. Majd ha Ben Stiller lesz a társad, vagy a George Clooney, akkor gyere vissza, de egyébként még kéne az a százezer ruha, amiről beszélünk, mert akkor mit adjunk el? Hihetetlen. Tehát én nekem voltak megrendeléseim is, és fél én csak a hülye könyvemből, amit, az egyik uh, üzlet megrendelt, itt 50 darab cuccot, azt nem tudtam legyártani, hiszen az a kollekció, amit én kivittem, ami tényleg egy bitangul összerakott cucc, hát abban volt egy póló, aminek az anyagát uh, vettem három évvel ezelőtt, volt egy ö, Nápolyból vásárolt inganyagok két évvel párizsi nadráganyagok három évvel előttről. Azért mondjunk erről valamit. egy után rendelték, és mondom, Ez de... rég nincsen. Ez oh. a pasz, meg akkor miért nem azzal az jösszél, ami rá tudsz adni? És akkor, rá, és akkor eszre csak így, így, pofán várta a valóságot, hát, de hát, de hát Százféle ruhának az ezer darabos kollekciót legyártani, az egy, az egy giga vállalat. az szükséges hozzá, és azt mondja, Zoli, te nagyon tehetséges és nagyon szeretünk, és nagyon és jó, a is nagyon szép. De itt tenap két olyan holland volt, akiknek van egy, itt egy, millió eurós éves ábevételük, és egyébként három gyáruk hollandiai. Textil manufaktúra vagy valami, és ugye ők szakmányba tolják, és, nem az, hogy innen-onnan veszik az anyagot. már öt évet szállítanak be nekünk ezer darabokat. Te meg itt vagy, ö, ö, most én a vállunkon vittük a, a, vá, a vázsákba a ruhán. Hogy én onnan akartam kezdeni, ahol itt, ahol itt, ahol itt. Igen. Mert érted, ha nekem itt van három darab tuti zakom, én azt eladom a három legmenőbb magyar színésznek, és akkor nekem abban már is van bevétem de ott, hát ott, ott, ott sem, ott se, ott se, csepp a tenger, óceánban. Tehát én, az volt a nagy probléma, hogy ami itt már ment, és én itt felküzdöttem magam, mert nekem nagyon picik pihasznak a csúcsára, ezzel a self-made marketinggel, amit csináltam 10-15 évvel át nagyon sikeresen, én azon a szemétdombnak a csúcsán ö, már azt hittem, hogy, hogy ez már ö, a Amerikában is olvasható és mm. látható, de ott, hát ott ö, a szemétdombod az egy, az egy gombos tűnek a, a hegye. Értjük. Nagyon érzékletes a példa, hogy ahogy itt felértél gyakorlatilag a csúcsára, ott meg a csúcs az még mindig olyan széles, hogy ott milliók. Nincs, nem, nem értelmezhető. Tehát, hogy tudjátok, hogy mit mondott az egyik csávó, olyan sztorikat ad, kaptok, amit más nem kapott meg, pedig már tíz podcastet adtam. Hálásak vagyunk. Bementem egy, meg, megint ez egyik, talán Sunset strip egy, egy, nagyon komoly cipő. Bocsánat, hagyd reflektáljak, tehát akik hallgat minket, ugye Sunset Strip, Sunset Boulevard, ugye mondtad a Melrose Avenue, t jó, ugye ott van a Melrose Place sorozat, az ott játszódott, tehát ez, ezek, ha jól értem, a Los Angeles, Los Angeles, Angeles Beverly utcái. Hills. Ezek lo lo Los Angelesnek az ikonikus bevásárló, ezek tehát a Váci utca. Ott voltál, ahol mi ugye csak a filmekből látjuk, hát meg. Igen, igen. Nekem mondta valamelyik Makmarci, hogy hogy ott van a, a Sunset strip nem tudom melyik, a Gogo -Go, go, go and Whiskey mellett az olasz cipős. Uh -huh. Hogy az, az, az 20 éve ott van, 20-30, ha valaki, a cipőid vannak, oda vidd be, mert az a cipőt, oltunk faktum, mindent uh -huh. tud. Bementem, mutattam a vérezős lépőt, ezüst színű cipő, piros vagy gyönyörű, egyébként eszevesz egy gyönyörű szép cipő. És nem is ez volt a kérdés megfogja az ez de szép, szép, mennyibe kerül? Hát mondom, ennek 500 dollár lenne a, a fogyasztójára. Néz, így rám. Olcsó lett. 500 dollár. Nézi a hátul, mi van erre ráírva? Azt mondja, made in Hungary. Azt mondja, Hungary? Éhes? 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 No, no, nem, nem éhes. Mondom, Magyarország. Azt mondja, Magyarország. Levesz a csizmád a saját boltját, azt mondja, de ez nem jól írva, Mondom, made in Italy. Ah, ah, ezt mindenki érti. Ezt mindenki érti, hogy made in Italy. És ez is 500 dollár haver. Hmm. Ez a cipő is 500 dollár, ami Made in Akkor hogy jössz te a Made in Hungary, az éhes, készült éhes országba cipőddel, ami bármennyire is szép, de mondom, mondom, egy dologot azért mondom, ezt a cipőt akárki megnézte, azt mondta, hogy hú, meg. Ezért ez, azért ez, azt tényleg ezt mondták? Mondom, ezt mondták. Azt mondja, láttál kint ilyen uh, lamborghini meg tűzfüles ferrari -kat? Mondom, láttam. És arra is azt mondták, hogy hú, meg. Mondom, arra is. És megvették. <gül> <gül> Tehát, hogy az, hogy húbaz meg, Igen, az, az, ne, az kevés. kevés. Az, hogy Made in Italy, az elég. Mert az egy 200 éves brand. 200 éves mondás. Az, hogy Made in Hungary, Hungary, Hungary. És Kicsit azt, magyar, azt érzem, Magyarország a, hogy Magyarország él... se érzékelhető. Magyarország se érzékelhető a Sunset Boulevard. Igen, arra. de hogy mint hogyha élőbe kaptad volna a cápák között. Tehát, hogyha megnézzük ezt, ezt a műsort, abban vannak ilyenek, hogy figyelj, validálva van a termék, mert ugye itt a validációt kérdezte, Vajon. hogy eladták. Picit visszatérnék oda, hogy mi azért elsősorban marketing szakemberként gondolunk rád, mert ezt az egész self-brand építést azért nagyon láthatóan, jól érzékelhetően csináltad, és hát azért te közgázt végeztél, tehát a tanulmányaid, az előképzettséged azért az, az az nem kopogott be egy időnként hogy Figyelj már, azért, arra na, na, úgy jutok, a közgáz egyetemen baromira jól elmondták, hogy hogy lehet 100 millió dollárból kampányt csinálni, vagy 100 millió forintból. Ezt alátámasztom. A marketing mix, ide küldtünk 25 milliót, oda 45 milliót, ide 150 milliót, már akkor felosztjuk a 4 P-t, és akkor elmondták, hogy elmérd, ez hogy működik, ha te vagy mondjuk egy multiszék marketing, és hogyan költöd el a pénzt. Én a külkerre jártam később, de ugyanez, a Jobber, Kotler könyv, <laughs> hogy Igen. nagy vállalatot értem, de, de kkv volt hát meg hogyan indulja a meg pénznél, én értem, kül... hogy, hogy, hogy a marketing budget, hogy el a 100 millió vagy az 500 millió forintot. Na de, de mit csinálsz akkor, hogy büdös filéred nincsen? Csak tehetség. <laughs> akkor mit csinálsz? Ezt senki nem mondta. Igen. Én tudom, mit csináltam? Csináltam. Tehát én csináltam. Csináltam egy női mundával, egy férfi mundát, azt lefotóztam. Csináltam, vettem lóször mellényt valahol a hülye búcsúba, azt elkezdtem szabogatni, füzögetni, és lett egy mellény, befotóztam, és elkezdtem csinálni. Aztán csináltam, itt kerestem egy varonőt, csináltam szaténingeket, bevittem az indiánékhoz a, a, megvették, befotóztam, és elkezdtem csinálni. Csináltam, csináltam. Én nekem évekig nem volt marketing költségem, csak az, hogy csináltam. csináltam. Hát ez volt a marketing, és a az nem mindenki vittem be az, az utcákat, uh -huh. ahol vele, vagy a te tetováhozolom, amit a kínál, ezt piac piacpozícionálásnak hívják, ugye? Célcsoportkérdésnek hívják. Én most. Ez se volt minden. Ahogy hallgatlak, hát ebből egy tananyag gyúrható. Tehát szerintem neked olyan piaci tapasztalatod van, meg az, amit. Tehát ezeket jobb, van, amit érdemes elkerülni, van, aminek jó tapasztalataid vannak, ezt meg kell osztani, mert nekem hasonló a tapasztalatom a képzéssel, hogy az a ilyen generalista cuccok Amerikából, és hogy találtad meg a célcsoportodat? Engem az érdekel, hogy azért látszik, hogy ezeket a ruhákat, amiket tervezel, azért egyrészt nem akárki. Mondtuk is a palival, hogy mit javasolnál nekünk a kollekciódból, hogy mi az, ami nekünk jól állna. Tehát én azt érzem, hogy hogy ehhez kell egy, egy, egy bizonyos típus, aki ezeket jól tudja viselni. Ez egy picit nekem időnként a, a jelmez szintet is súruja, jelenti igen. Tehát egy szimpadi jelmeznek tökre menő egy ilyen tyúkláb mintásba fölugrani, de ha én most elmennék ezzel tárgyalni, akkor, akkor nyilván... Öm, vagy nagy siker lenne. Vagy nagy siker, de azt mondta Pali, hogy de biztos, hogy nem felejténének el. Tehát ez is igaz. Igen, Viszont meghal... látod a... hogy látod de ezt? Te él... látod a BVS nél azt a Pali, hogy tyúkláb mintásban, amikor nem gondoltad, hogy egy hülye. Öm, az, az, biztosan, az biztosan látszott, hogy... Úristen, ki ez a csap... De én, én tudtam, hogy az valaki, ugye? Én, én abban biztos voltam, hogy valami híres lehet, vagy biztos valami Én Én egy kicsit visszautalnék. Vagy, valaki lehet. Vagy színész. Marketingben vagy... ugye vannak ezek a megosztó dolgok. Tehát vagy szürke egér vagy, vagy megosztó. És ahogy te is mondtad, hogy találkoztál azzal, hogy mondjuk a... a Közgázon nem tudtad eladni a ruhákat, nem. még a tetováló szalomban igen. igen. Tehát ugye ahogy polarizálunk, hogyha egy szakszót be lehet dobni, akkor ugye azt látjuk, hogy valakinek nagyon nem tetszik, valakinek nagyon tetszik. És ugye te valószínűleg ez a fajta vagy, hogy nagyon ha nagyon szóval. bejön, akkor, akkor a másiknak nagyon nem. Ezzel én szerintem nincs barom, úgy semmi. probléma. dolgom volt, mert nekem soha nem kellett magamat, én ki voltam találva. Én, 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 én megszülettem valamilyen kisgyerekként, felnőttem valamilyen tínédzserként, aztán pedig egyetemi éveim végére lettem valamilyen fiatal felnőtt. Oké, okay. ez lettem magamtól. Uh -huh. Olyan lettem, amilyen. Ilyen furcsa, különc, nem színes, mondanám. érdekes, extravagáns, vagy akármilyen. Annyiból jó, hogy pozitív és negatív végét megcsillogtattak mindkét értéknek. De ez egy középen van egy de le, érték. Hogy lettem valamilyen. Lettem uh -huh. valamilyen. Én, én, ezt a valamienséget csináltam meg a ruhákba, a divatba. Értem. Tehát herceges lett az, amit csináltam, mert nem is lehetett másképp, mert nem kell nekem se, hogy semmit megjátszolom, uh -huh. semmit kitalálnom. Nagyon eszű az én képletem, ami nekem tetszik, amit én felvennék, az legyártom a közönségnek. Na most én ehhez, talál, ehhez kellett közönséget találnom. Nem volt nekem nehéz dolgom, mert nekem volt egy ö, egyetemi közegem, ami nem ment, de volt egy rockzenész közegem is, én ugye a kisendékkel, huligánszal együtt Van is erről föl, kérdésünk utána, nőttem föl. Szerencs ugye, hogyha jól. van, és először a huligánszen keresztül, aztán ők ajánlottak a back to Black A Back to Black -a, a következő zenész brigádot is. onnantól kezdve megnyitottam az első kis körúti boltomat 97 be Én a következő év már a Back to Black-kel év legjobban öltöző zenekar a díjat nyert. Hihetetlen. Hát de miért? Azért, mert nem kellett, nem kellett, nekem ez erőltetnem, hanem ők, a kisendi ajánlotta, mit a, Glazgabinak, hogy ha herceghez mehetek be, mert ő, ő olyan cuccokat csinál, ami nektek kurva jó lesz. Bejöttek, és tényleg kurva jó lett. És azt hozta a következő zenekart. Hozta, Azért hozta. egy dolgot, tehát érdekes, hogy a, azért a, a kisendék, azok mégiscsak egy ilyen rokkosabb műfajt nyomnak, a back to black az meg, az meg funky. Funky is. Igen, ők ugye magukat azért... funkyként definiálták, most lehet, hogy azt mondja R&B szól, de most ez, ez minden... Azért, ez azért, ö, ö, ez azért lehetséges, mert az én, az én spektrumom sokkal szélesebb. De ez világos. Tehát nem csak rock, nem csak funk, nem csak jazz, hanem hanem ha nevezhetjük hanem, hanem, hanem ezt a szimpadias vagy jelmezes, tehát egy ilyen odabaszós, bedeszes, ö, extravagáns valami volt, uh -huh. és abban sok minden belefért. És a bubblegumtól az UPS-tól kezdve a Unique, a, a Cosmix, a a Inflagranti, a Back tehát a 90-es évek. Én ezt 20... nem is tudtam, ezek mind, uh, Herceg... mind a, Még a baláspali, meg a győzik, a Győzének én csináltam, győzik ennek az Ebrász utcot. Basszus, most, a... hogy mondod, de... 97-ben. Én, az, én, én, azt hittem, hogy te, te szelektáltál ebben, tehát én, 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 egészen ideig azt gondoltam, hogy te főleg a rockzenészeknek kifejezetten a, a zúzósabb zenékhez, ahogy a gyökereidből ugye meséltél az Entrexről, meg különböző... Ugye a Ramses volt az a, é, mit, talán őket de láttad de akkor ez egy jó Szélesebb Figyelj, a szélesebb spektrum. Figyelj, az, hogy te két szeretnél szívesen felöröztetni, és az, hogy kijön be hozzád és vásárlási szándékkal, az két külön történet. Én, meg, én... Bocsánat, itáljám, ez a piaci pozicionálás. Tehát ennyi. De, de nekem, mint divattervezőnek, ha van megfelelő anyagi bázisom már, akkor én azt, én azt hogy ki az, akinek pénzért tervezek, jó pénzért tervezek, mert mondjuk Ö, nem egészen az én ízlésem, de Igen. simán foghatom fel egy szakmai kihívásnak hoznám Balázs Pali önbe, vagy Nótár vagy Bódi hogy őket is meg tudom -e csinálni. Tehát vagy-e vagy -e akkor a művész, vagy -e akkor a kreatív, vagy -e olyan innovatív, hogy ő is tudsz olyat alkotni, ami nem a te világod, de hogy ő otthonosan érezze, komfortosan érezze én... magát de Tudsz-e ilyet csinálni, vagy-e ilyen teljesen? Nem tudok vagy... tovább lépni ezen a, a győzik az annyira illet hozzá az a szuc, olyan annyira az ő stíló, stílója volt, miközben ezzel a kabáttal, amit most nem látnak a nézők, de bejöttél, hogyha egymás mellé teszem a kettőt, azért van áthallás. Van bizony. De És nem ugyanaz. A... Tehát... a... ez, az, ez az, ami herceges most is, meg herceges volt akkor is, érted? Tehát, hogy én soha nem, nem mentem el, nem másztam el, nem hajoltam el, nem kellett magam soha szemmeköpni, voltak visszafogottabb, amikor az ember depressziós, vagy pánikbeteg, vagy van egy nagy kuralc, akkor nem terveztjük már mindent, és nem is veszik föl. De amikor szárnyal, amikor vidám az életünk, amikor süt a nap, amikor kikerül a börtönbe, és amikor megint jó van, akkor meg akkor meg, akkor meg, akkor, meg, legyünk szabadok, legyünk fiatalok, élvezzük az életet, és, és nézzünk ki jól. Engem Ehhez az érdekel, hogy a, a, mostaniak közül, tehát akik most a, a fiataloknak szóló mai zenekarok közül is van olyan, akiket öltöztet? Azért nincs, mert a fiatalok, ma 20 évesek már a saját 20 éves korosztályba vásznak dizájnert. Uh -huh. Ráadásul, amikor én kezdtem a szakmát, akkor még nem nagyon volt három négy között tudtál választani, és én a rock érába vagy a, vagy a pop érába eléggé be voltam ékelődve a személyes kapcsolataim által, mondom itt a Hooligans back to -back vonal által. Tehát nem is volt nagyon kit megkeresni, tehát az, azért lehetett az, hogy a 90-es években én taroltam a teljes magyar pop szakmár. Viszont ma már mindenki fotós, mindenki szállít, mindenki divattelvező, mindenki kreatív. Tegyük hozzá, mindenki marketinges. Tehát, hogy ezt mindenki marketinges, most már szerintem egy a jut három dizájner. És én a dizájnerek ölik egymást, hogy, ez, hogy a Fluortumi fővegy az utcukat. Tehát egy egészen más a piac, teljesen más a piac. Erről nem tudtam semmit. És egyébként de egy, egy, egy 20 éves, egy 30 éves nem fog egy 50 éves divat jönni rá rá, aki biztos, hogy pénzt fog neki, pénzt fog tőle kérni, mert nekem, nekem az ő korosztály nem a vásálló, tehát hiába szponzorálok egy 20 éves előadót. Vidágos. Nem tudom, hogy a kazon, Koma a Carlson közössége, ha tőlem öltöznének, akkor bejönnének hozzám vásárolni. Nem vagyok benne biztos, hogy bejönnének. De a azon Komát ne is én öltöztessem, hanem őket öltöztesse az a 20-30 éves generáció, akik az ő, az ő szubkultúrájuk, mert sokkal hitelesebb lesz, sokkal jobban tudják. Én, 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 nagyon, nekem nagyon tetszik, amit csinálnak, de már, de már lehet, hogy nekem, nekem, nekem az már, az már túl elvettem őt. Tehát én már nem biztos, hogy szívesen csinálnék rövidújú Hawaii mintás ingeket. De Értem. nagyon tetszik rajtuk, de azt valaki csinálja. Uh -huh. Vagy, vagy van, van, az a second hand, meg tudják venni, nem kell azt nekem. Ezt nem kell nekem. Hozzám még mindig az a 40-50-es korosztályú zenész kör jár, aki jár. Tehát én vagyok annak korosztálynak a divattevő. Terab is bejött egy csapat, és meg tudtam őket csinálni, és, és, óriási volt a, a, az öröm, de nem 20 évesek voltak, hanem velem korúak, vagy egy kicsit, mondjuk egy tíz évvel fiatalabb. Igen. Tehát, hogy, hogy ezért a korosztály válogatja, és és lehet, nem is ismernek már engem. Tehát, tehát az, az én buborékom időközben összement. Akartál a buborékokról Igen, a buborékokról kérdezni. majd később, viszont most azt egy picit eleveznék 2019 Guy Ritchie filmjéhez, és a, a Mackós kollekció. Nekem az egy nagyon nagy kedvencem, egy jó barátomnak van is eredeti Herceg Mackója, Na. én azt láttam. Volt szerencsém megnézni élőben. De tegyük hozzá, most a keletinél is láttunk valakit. Igen, igen hasonlóba volt. Igen, nem? hasonlóba, mert az egy Lonsdale volt, ami nem másolat, csupán egy másik, öt, öt, egy multi is előjött ezzel. De hogy maga a film, amikor először megláttam, akkor egyszerűen beszartam a Colin nek a melcsójától. Én, is. A, a én is. És az volt én a nagyon fura, hogy, hogy ez, ez nem jött ki rögtön termékként. Tehát itt nem volt a filmben Ahol, nem volt filmes placement. termékelhez. Ez nem egy, egy product placement, placement erről beszéltünk a korábbi adásunkban. érdekel, hogy, hogy, hogy te ezt hogy fedezted föl, hogy ez nincs, és hogy ezt meg lehet hát csinálni. úgy, drága barátom, hogy, 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 én is azonnal hanyattestem attól a melegítőtől, de nem csak a Colin Farrell, hanem az egész brigádétől, hogy mindenkinek volt egy külön kockás melegítője. És akkor én mondtam, hogy ez beszarás, én már akkor tudtam, hogy nekem, nekem milyen lesz, amit magamnak csinálok másnap, tehát egy héttel később meg is volt az enyém. Hihetetlen. De az előtte még megnéztem a, 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 film kapcsán, hogy hol lehet ezt kapni, mert biztos voltam benne, hogy ez egy termékelhelyezés, ez egy ez egy, ez egy, ez, egy gigantikus jó reklám annak a cégnek, aki megcsinálta. Egyébként nekem még a Lonsdale az gyanús is voltak is logóból, nem tudom miből. Aztán nézem, hogy hiába írok be akármit a keresőben, nincs. Hogy ez nincs. És nincs. Ha hogy, hogy, nincs? Hát ez de hogy, hogy, nincs? Akkor kiderült, hogy ez egy jelmez volt abban a filmben. Jelmez, ez nem Tehát ez most marketingeseknek, ugye ez a réspiac felfedezés. Tehát és valójában én megcsináltam, egy, megcsináltam hogy a, a, premier után egy héttel már nekem volt egy, ezt befotóztam, és azonnal elkezdték menni. Azonnal. És mire kijött a lonzdéles, meg kijött a kínes, nem tudom én, én már barom sokat eladtam. Ebből addig. nem volt semmiféle ilyen jogi csetepatév? Ez, ez simán mehetett, a lonzdél nem jött, hogy nekünk jogunk van -e, ez, neked hát meg milyen joga volt? De nem tudhatod. Hát, hát, de nem volt Zoli hát, én, 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 kerestem mind, hogy ne, pont azért kerestem az eredetét, hogy ne, ne kerüljek bajba, és nem találtam semmit, és elkezdtem csinálni. <laughs> ez a mai napig megy, ugye? Tehát... Mai napig megy, igen. Engem egy cég talált meg, a, a, egy bizonyos kockás szövetem kapcsán, hogy azt azonnal, azonnal hagyjam, hagyjam abba, azonnal fejezzem be, mert az a, ez egy nagy világmárkának a mintája, és azt azt, hogyha nem fejezem be, és nem adom oda nekik az összes anyagot, akkor nagyon meg fognak cseszni, és akkor hát a, a, az egy komoly ügyvédi felszólítás volt, ott, ott, ott az, az be is fejeztem azt a, Többenten hallom, azt a bizonyos mert... szövetet, amit egyébként én magyarországi boltokban legálisan számlálni, hogy meg tudtam vásárolni. Mert a... biztos nem az a márka, de hogy nekem erről rögtön a Volkswagen gt nek a kockás szövete jut eszembe, hogy mekkora áthallás lenne, hogy az a szövet, amiből az ülés készül, abból csinálnál egy ilyen ruhát, és gyakorlatilag, egy Golf GTI van, az így meg a Mercedesnek is szem kockás szövet ülése. Tehát, hogy ez Ezt az anyagot egyébként hogy tudtad beszerezni akkor? Tehát ezt, ezt, Nézd, neked a, a piacon létező kockás szövetekből azokat használtam fel, amik az én megítélésem szerint alkalmasak hmm. ez a sztárhoz. Volt, vagy tíz fajta ilyen. Egyébként azokból már fogytak el, vannak azóta újabb, minden Utoljáról tegnap mértem le egy embert, és tegnap rendelt kettő tök új melegítőt, és srác, és, és az réten mellette még egy nő itt, tehát ez a mai napig is megy. Ezt utcán egyébként is a... hordják? hogy mi az utcán, de a keletinél, amit látok az utcán, én nem biztos, hogy felveszem. Te hogy vagy ezzel? Ö, igen, én is úgy vagyok ezzel a melcsóval, ami imádok, de, de azért meggondolnám, hogy lemennék -e a gyógyszertárba ebben. Én, én otthon szeretek ilyen lenni, őszintén szóval. Tehát a felsőt egy másik egy, egy, egy paszteles gatyával szívesen fölvenném utcán. Vagy csak a, vagy csak a egy, egy sima igen. Külön hord vagy egyébként kevésbé bizarr és kevésbé bevállós, egybe, sőt én most már ezeket is csinálok hozzá, sapkákat is csinálok hozzá, ugyanabban az anyagban, a úgy, ugyanazzal, a, ugyanazzal a csíkkal, ilyen simléderes sapkákat, ami a filmben is volt, szóval én szettbe árulom a dolgokat, és hát azért az odaver. Az odaver, mert az három részes. Az az három a... részes, nem csak kettő. És akkor az az a fajta, hogy ott megállítta az Sőt, az utcán. sőt, sőt, csináltam rövidnadrággal is, sőt, a, a Gömöri a András Máté, ő pedig négy, négy részest részes Nem tudom, hogy ő kicsoda, bocsánat. Egy színész, fiatalember, aki a, a Polyák Lilának a, a, a uh -huh. szerelme most, és kínálak vannak szerintem való Ausztrália, Kanada, nem is tudom, már az országot. A Gömöri úr négy részeset rendelt ebből. Az hosszú hogyan? nadrág, hosszú ujjú, rövid nadrág és újatlan. És az nyolc tudja variálni. Jó, ja, mert de, hogy hozzávesz egy más színűt, úgy érted? Akármit hozz, vesz hozzá, de mondom, a hosszú nadrágja, a rövidnadrágja tehát hordhatja a hosszú nadrágot az újatlannal, a rövid nadrágot az újatlannal, a hosszút az újassal, és a hosszút is az újatlannal. És plusz még uh, egyesével is hordhatja. Értem. Bizony, plusz másfajta kiegészítővel. Tehát ő nagyon sokféleképpen hordhatja ugyanazt. De ő négy részes rendet. Tehát ez egy kapszula Sőt, öt, mert ő neki még sapkája és volt, egy részes rendet. Ilyen is van én mikor készültünk az interjúra, akkor, akkor sokszor éreztem azt, hogy van benned egy ilyen viaskodás avval kapcsolatban, hogy te elsősorban divattervező vagy, vagy valami más, aktivista, lakásfelújításokat tervező szakember. Tehát de most, amikor beszélünk, most azt érzem, hogy a divatról olyan tűzzel beszélsz, hogy hogy most megint elbizonytalan, van-e egyáltalán egy ilyen harc, egy ilyen kettősség benned? Soká, sokáig volt, sokáig volt, és aztán rávettem, hogy nem kell nekem magamat semmilyen féle címkékkel fölagadni, hanem én vagyok az, aki vagyok, és én ilyen, meg olyan, meg amilyen dolgokat csinálok. És, és miért kitalálom, hogy a, hogy a fenntartatosság szempontjából a divat azért nagyon káros és nagyon haszontalan tevékenység, egyébként is a külcsínről és az egóról szól, hogy ezt be kell fejezni minél hangosabban mondom ezt, és akkor ezt is itt mondom látok először, annál kevésbé engedel a divat. Tehát én bejelentettem, kijelentettem, hogy ez haszontalan dolog, ezt nem csinálom, ez szennyezi a és, és a verő, hogy Zoli, de nem szennyezel. Hát én imádjuk, amit csinálsz. Hát te kézműiparos vagy, te egy művész vagy, te egy te olyan értéket azt nekünk, amit mi nem akarunk elengedni. Sőt, én vásárolok tőled még többet. Tehát én onnantól, hogy ezt ki akarok innen szállni engem, nem hagy ez a divat szakma, hát, nem meg, hagy kiszállni. Meg de. azért most mondtad, vagy korábban a példát a, a luxus tehát hogy az, hogy Kínában legyártok egy milliót, Egész és más. aztán 5000 százalékos profittal eladom, Egész az más. más az, mint hogy szemtől szembe egy boltba annyit gyártok, amennyit rendelsz. És ebbe, és ebbe igazuk is. Neked is igazad van, nekik is igazuk van. Én meg úgy vagyok mostában vele, hogy ahelyett, hogy címkézném magam fel, hogy én fenntartatossági vagy civil aktivista vagyok, vagy mi vagyok, vagy divattervező, vagy micsoda, nem én Herceg Zoltán vagyok, aki ilyen, meg olyan, meg olyan dolgokkal foglalkozik, és megvan az a szabadsága, hogy éppen azzal foglalkozik, ami neki kedve van. Egyébként, ha van egy-két szegényebb szezon a divatban, mert nem megy, mert Covid, meg tudom én, akkor az emberek elmegy a kedve. Ha meg a olyan korszakhoz zár, mint mondjuk most, hogy kijöttem a bőrből és a bőri kollekcióm hatalmasat ment, akkor meg az ember így feldobja, hogy hát mégiscsak van erre igény, mégiscsak szeretik ezt az emberek, ezt mégiscsak, tehát amikor, amikor eladod a portékát, amikor te művészetet te piacra talál, az egy baromi jó érzés, és feldobja, felspanolja az ember. Hát szerintem ez mindenkivel így van. És persze. ez van. És amikor meg, amikor meg a, kitalálsz mindenféle címkéket, hogy te ezt akarod, meg azt akarod, de az nem zárja ki a másikat. Egy fontos, hogy milyen célra, milyen szándékkal nyúlsz bizonyos dolgokhoz, építő jelleggel, mit adsz, mennyire adsz, tehát hogyha hát egy hiteles és érték, értékálló dolgot tudsz a piacra vinni, és azt az emberek szeretik, és nekem nem kell megerőszakolnom magam, nekem ezt nem kell tolnom, nekem ezt nem kell nyomnom, hanem ez magától megy, ez folyik ez a dolog, akkor ezt csinálni kell, mert csinálni érdemes, mert örömet okoz nekem is, meg a vevőknek is. És most már próbálok úgy, úgy élni és úgy lenni ezzel a dologgal, hogy menni arra, mert a folyamatok visznek, ha a ruháimat követelik, kérik, fogy, akkor azt csinálom, ha lakást újítok fel, mert ahhoz van kedvem, vagy ahhoz arra van pénzem, egyébként meg kedvem is, meg tehetségem is, akkor meg egy egy, egy, egy egy nagyon lepusztult lakást, én abban egyébként ugyanannyi örömet lelek, uh -huh. mint egy ruha állításába, vagy éppen fenntartható ökofarmot gründolok magamnak, ami nyilván életem nagy projektje lesz, mondjuk egy fél hektáron. Egy aktív házat, vagy passzív házat, vagy nullenergés házat építeni, ami úgy esztétikailag, mint technológiailag, technikailag annyira összeomorrak, hogy ahar is rá mondani, hogy na az egy herceges alkotás, hogy, hogy, a, hogy a, oda mész, az, hogy hú, az meg. Mint ahogy a tyúklábintás bundára, vagy a melegítőimerre, és az a, meg. És akkor, és akkor és nagyon a, büszke leszek rá, hogy ezt megcsináltam, létrehoztam, ez lenne különben a végkifejlete a történetnek. A nyugdíjas Herceg Zoltán ebben a fenntartható jogofarmba képzel el a, a nagyon fenszi és trendi jövét úgy, hogy egyáltalán nem szennyez. És Na ez, a, ez a cél... És, és, ez, és ez a nyugdíj. cél, és ezzel egy, egy példát akartál, akarsz állítani az embereknek, ugye, hogy, hogy a fenntarthatóság fele menjünk, hogy néjünk, hogy passzívház, tehát én úgy éreztem a, abból a bizonyos videóból, amit átküldtél nekem, hogy, hogy, hogy ehhez egy mozgalmat akartál grundolni, vagy akarsz ma mai napig, csak egy picit volt egy olyan érzésem, hogy hogy Ez egy nagyon nehéz dolog, mert egyszerre van jelen az, hogy az ember megszokott egy urbánus életet, megszokta az, hogy itt hogy működik, milyen tempóban, milyen pörgéssel, a, 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 milyen költségvetéssel, milyen ki- és bevételekkel, kiadásokkal, és hogy nekem az ugrott be erről, mint amikor a, a marketinges, aki már x-évet lehúzott a multibank, azt mondja, hogy na most akkor elmegyek kovászos kenyeret sütni vidékre. Ami tök jó, és van, aki megteheti, és van, aki tényleg erre vágyik, én azt nem tudom, hogy egyrészt te mennyire vágysz -e ele ebből a, a városias, ebből a pörgős ami most úgy érzem, hogy neked örömet okoz. Én úgy láttam a mondandódból, hogy, hogy ez most nagyon feldobt téged, hogy te tényleg vidékre akarsz költözni és tyukokat terelgetni, és ott így szép csendben elleni. Tehát, tehát hogy... Meg azért hétvégén flexelni, tehát az, 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 alap, az biztos de hogy, 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 az, azok a zenekarok, akik a, a, munkáid alapján boldogát tesznek azzal, hogy felöltöznek hercegbe, tehát hogy, hogy van ez? Vagy ez egy ilyen nagyon távoli gondolat, hogy majd persze 70 pluszosan már nem akarok tehát hogy működik ez? Most éppen a divatban ért annyi örömérzés, és ért annyi sikerélmény, hogy most egy icipicit elhaványodott a vidékbe vonulás képe, de de azért 52. évenben vagyok, és azért attól a pörgős, öm, 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 stresszes, hajtós, melós világból azért, azért kezdek kifáradni, kezdek, kezd elegem lenni, főleg, hogy 27 éve nyomatom. Én, én egy folyamatnak gondolom azt, hogy ahogy, ahogy idősödök, és ahogy nyugodnék meg, és egyébként egyre nagyobb igényem van a csendre, egyre nagyobb igényem van a nyugira, a pihenésre, a természetre, a környezetre, a, az elvonulásra, mert egyébként ez benne van. Hm. Tehát én most ezeket a dolgokat, amiket nektek mondom, egyre kisebb időben csinálom egyre kevesebbet fordítok rá, egyre nagyobb hatékonysággal. De az időm jelentős része szeretném csendbe tölteni, nyugalomba tölteni, mert az többet ad már. Így van. Tehát egy olyan folyamatnak vagyok most a részese, ahol az egyikből kifele lábolok tudatosan, mondjuk a divatból, és befele lábolok a fenntartatosságba, vagy az önfenntartásba, vagy a, a természeti környezetbe való visszatérésre és egy nyugodt életre. Na most ez egyrészt most még csak egy lehetőség, ami adok magamnak 5-10 évet. Uh -huh. De ha egy picit feljebbről nézzük ezt a fölnevi bolygót, akkor azt gondolom, hogy 10-20 év múlva már kényszer lesz. Mert ez a fajta pörgős, stresszes, túlpörgetett, túlhajszolt, túlprofitizált, túlüzletelt világ, én szerintem meg fog recsenni, sőt, már most a recseg ropog, hát én ez, szerintem össze fog dőlni. Ez csak az nem látja, akinek nincs szem. Baromi gyorsan vagy. össze fog dőlni, és akkor nagyon nagy baj lesz, mert akkor az ivóvízért fognak háborúk dúlni, az élelmiszerért fognak háborúk dúlni, a földterületekért, az, az élhető klímáért, amikor 50 fok lesz a sivatagban, Magyarországon 45 fok lesz, akkor nem lesz itt maradásunk, vagy ha lesz, akkor egy erdő mellett, vagy egy völgybe, vagy egy folyóparton. Csak Tehát egy hogy... kérdést engedj meg ezzel kapcsolatban, és arra nem gondoltál, hogy összekösd ezt a a fenntarthatóságot mondjuk a divattal, mert ugye ott is beszélünk fenntartható divatról, beszélünk, mit tudom én, megváltozott munkaképességek által tervezett dolgokról, tehát ez, ezeknek is az érére az enyém, az enyém az fenntartható, hiszen én csak annyi vövedelmet csinálok, annyi profilot, ami, ami, ami engem eltart, meg aztán ilyen van örökké Csak ugye te kommunikálsz is, tehát hogy az, amit te csinálsz, arra mások figyelnek, és azután mennek. Tehát, Most hogy... spekulálunk egy olyan barátaim, a, társaim, a spekulálunk olyan dologba, hogy hogyan lehetne a divatot is fenntarthatóbbá tenni. Van ilyen, van mm -hmm. ilyen, ilyen irányulságom, de utána göncökkel, ruhákkal, ranyokkal vagy 27 éve körbevéve, azért már ez kevésbé tud lázba hozni. Ez az az új projekt, hogy hogyan készüljünk fel a Mad Max világra, az Armageddonra, mert szerintem sajnos 10-20 év múlva már kénytenek leszünk, kénytelenek leszünk új létformában gondolkozni. Tehát ez, hogy nekünk jön az ivóvíz a csapból két forintért, és az, hogy, hogy, mindent el tudunk égetni, és mindent el tudunk fogyasztani, mindenféle következmény nélkül, ez, ennek, ennek vége van. Ez ennek leáldozott. Hát itt azt gondolom, gigant, ebben gigant, nincs vita. Itt gigant... Hogyne lenne, hát veletek, mert értelmes gondolkodó. Nem is csak, a, inkább a következő lépés, hogy vajon a Mad Max világban akkor mindenki kezdjen el karatézni, meg fegyverkezni. Igen, igen én nekem egy, egy kicsit az volt a gondolatom, hogyha te elköltözöl vidékre és megcsinálod a szupi ök, ökofarmodat, Uh, ahol te magadat el tudnád látni, bár még nekem az is egy kérdéses, hogy tök jó, de miből él az ember vidéken a passzív házában? Tehát ott valami olyan tevékenységeket kell folytatni, amiből továbbra is tudok tojást venni, meg, meg azokat, Influencerkedni amit... kell. Influencerkedünk, igen, de hogy, hogy, én azt gondolom, hogy ha annyira elharapódzik a dolog, amitől most azért félünk, abból a mondásból, amit, amit mondtál, akkor valójában tök mindegy, hogy hol vagyunk, mert azok a tömegek, akik egyébként meg nem engedhetik meg maguknak azt, tehát még egy lakást se tud venni, a, a, az gyakorlatilag föl kell akkor, és szépen le fogja darálni azokat, akiknek még van Ez bármilyen kis. Szóval, hogy Ez hogy tudunk tehát hogy nem tudunk ennyire kivonulni ebből az egészből, Ö, és persze itt globális szinten kéne valamit csinálni, de hogy ezt egyénként hogy? Egyénként úgy, hogy akinek lehetősége van rá, akinek már most is lehetősége van rá, az a nagyvárosi szennyező, pazarló, mi használ életformát megpróbálhatja 5-10 éven belül egy termő, visszafogott, a kicsi szép elvén működő, önfenntartó gazdaságá átalakítani. Én nem mondom, hogy ez könnyű, ez, ez nagyon nehéz. De kis, kis közösségekbe gondolkodva, 10-15-20 család vagy háztartás specializálódhat annyira mondjuk fél hektárakon, de akár két-három nézet, két nézetmétereken is, hogy már annyi élelmiszert talán elő tudnak maguknak állítani, ha van mondjuk vízük, meg normális technológiájuk, meg mondjuk, ha mondjuk uh, még marha is, meg disznó is van, akkor már talán trája is lesz. Ehhez haj nem mondjam, tudok hogy uh, Én 72-ben születtem, és 80-ban még Tiszatardoson, az édesanyám szülőfalujában láttam olyan falut, ahol minden volt. Minden. Értitek? Nem. Tudjátok, hogy mi az a minden? Nem. Az, az, a kaja, a tiszta kaja, a tiszta levegő, a tiszta ivóvíz, ö, és a tiszta föld, Mert azt ez mondod, meg hogy, volt ez a négy. Hogy önfenntartó volt kb. a falu. Egy falu. De... Gyerekek, a Magyarország 40 évvel ezelőtt nem önfenntartó volt, hanem az egész KGST piacot ellátta kajával. Az egészet. Ellátta kajával, értitek ezt? Millió szárazsmarhákat, millió ö, ö, sertéseket öltek le, millió baromfikat öltek le, amikor beléptünk az EU-ba, hogy itt ö, ez a háztájnak nevezett aranybánya, ez ne legyen, mert akkor a spanyol, meg az olasz, ö, meg a német cuccokat nem lehet eladni, meg az ukrát. Ez bullshit. Itt tönkre lett téve a mezőgazdaság, tönkre lett téve a vízgazdálkodás, tönkre lett téve a főművelés, tönkre lett téve az agrárium. Ez az ország, Közép-Európa éléskamrája volt a 80-as évekig, 90-es évekig. Ez működött. Úgy hívták, hogy háztály, úgy hívták, hogy TS. Úgy hívták, hogy szövetkezet. termelő Azért annyit direkt dönkölet tél. mentek az emberek. Tehát, hogy, tehát azért más Én most arról beszélek, hogyha, ez működhetett 40 évig, hogy mi Közép-Európa éléskamrája voltunk, akkor ez működhet utána is. Az egy más dolog, hogy azóta a rettedes mennyiségű műtrágyával, a rettedes mennyiségű szántással, ami egyébként a földnek a kivégzése a szántás. Milyen károkat okozott a modern ipari megzőgazdaság a magyarországi termőföldekben? Ez teljesen más kérdés, hogy hogyan engedjük ki a vizet az országból, hogyan nem fogjuk meg az esőt, hogyan verünk tön tönkre minden magunk körül azért, hogy egyéb piacok jól járjanak ezzel ez rendszer szintű, tök igazadva rendszer szintű probléma, az egyén nagyon keveset tehet, az egyén azt tehet, hogy példát mutathat úr. És igazad van, kell majd nekem jövedelem az mert nem biztos, hogy lesz tojásom, nem biztos, hogy lesz csirkem, nem biztos, hogy a répám meg a retkem megterem. De az viszont biztos, hogy ebben a Kárpát-medence régió, mi vagyunk, és ahol a csodálatos termőföld, és csodálatos, még, még, most talán a klíma is csodálatos, és egyébként, ha megfelelő vízgazdálkodás lenne, megfelelő földgazdálkodás lenne, megfelelő mezőgazdasági módszerekkel dolgozná, ami messze nem a műtrágyát jelenti, akkor itt, 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 bizony, itt bizony lehetne megint egy éléskamra. Ehhez állami akarat kell, ehhez politikai akarat kell, de mindenek előtt ehhez az emberek akarata -e kell, hiszen, a, hiszen 10 millió vagy 9 millió Így magyar, de? magyar ember él itt. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a tudatot átformáljuk arra, hogy mi is a cél, mi is a politika, mi is a feladat, mi is az élet. Az élet a következő. Az élet az tiszta víz, az tiszta levegő, az tiszta föld, az tiszta élelmiszer és tiszta emberi lelkek. Ez az, ez az élet. Nem a telefon az élet, Igen, értem nem mondom, a profit az élet, nem a Mercedes az élet, nem az iPhone az élet, nem a bullshit az élet, hanem amit elmondtam, az az élet. Tehát hogyha ezt tesszük a fókuszba, az emberi élet, az emberi létezés fókuszába, hogy tiszta levegő, tiszta föld, tiszta élvisz, tiszta ö, víz és tiszta emberi kapcsolatok, tiszta közösségek, akkor megérkeztünk az élethez. És ezt, ez... ez az egyetlen létező, fontos politika a világon, nem csak az országban, mert ezzel menekülünk meg. Ha ezt minél több ember akarja, minél több ember elhiszi, akkor minél több ember erre fog szavazni. Amíg nem. Addig marad az, Csak hogy ugye, profit, GDP a, a, növekedés, szennyezés, szajgás. az a kérdés, hogy ez Hogy jut el az emberekig? Igen. Így. És ugye kommunikációs így. szakemberek vagyunk. Így. És látjuk azt, hogy milyen túlsúlya van így. pont az ellenkezőjének. Így. Ezért van bennem az a dilemma, amit kérdeztél az imént, hogy nem feszít-e szét. De szétfeszít. Mert olyan dologgal foglalkozni mm -hmm. nem fontos. De, hát bassza meg. Ki hát mondtátok, hogy milyen a a ruhákról beszélni? de bakfitje ehhez képest, amiről most beszéltem, bakfigy. hát nem kell ruha valójában. Hát mit kezdjek, fél nekem egy annyi ruhám van már, hogy életem végig nem kell új ruhát vennem, se csizmás, se semmit. És egyébként nektek is tisztán ruhátok van, mint amit hortok. Ez valószínű, így van akkor fontos-e a divat, fontos-e a hercegség, fontos-e a, a design, fontos-e a stílus, fontos-e az a búsit, amiről beszélgettünk fél órán keresztül, vagy sokkal fontosabb az, az a topik, amit most dobtam be, és akkor hogy ne feszítene az a kérdés, hogy akkor a herceg mivel foglalkozzon, mert tök igazad van abban teljesen, hogy ezzel kéne foglalkozni. Hát Hát tessék, akkor most ezzel foglalkozunk, halleluja, foglalkozatok utána is ezzel, foglalkozunk minél többször ezzel, és felmerül a kérdés, hogy mi lenne, én is ezzel foglalkoznék, inkább a divat helyett, igen, százszor lelkesebben tudok erről beszélni, mert sokkal fontosabb. Tíz év van, nem lesz már fontos a ruha meg a design. Hát nem lesz Budapest park. Én azt hát gondolom, ízér... hogy le fontos lesz, tehát az ősembernél is fontos volt, hogy milyen, nem tudom én, bőröket aggatott magára, mi emberek társas lények vagyunk, de szeretjük magunkat azért megkülönböztetni másoktól. Hát és egy nagyon kényelmes korba jutottunk el, tehát tényleg ennyit csinálunk, és nemhogy innen a Király utcából, hanem Kínából megérkezik Két héten most belül még. az a bigyó, amit éppen rendelünk, most még És nem mondjuk, szoktunk, hogy ez jó, csak De ezt De hozzászoktunk ez a dologhoz és Iszonyatosan fájdalmas dolog visszalépni egy olyan szintre, amit, amiben mi, mi már sosem szocializáltunk. Tehát én nem voltam olyan vidéken, ahol azt tapasztaltam, amit te, és az én gyerekeim, meg aztán pláne nem voltak. Gyerekek, olyan. valami fájdalmas dolog. lesz, azt elmondom. Ez ezt is 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 mindannyian tudjuk. Azért próbáljuk is. távol tartani szerintem magunktól, Igen. azért nem nézzünk Igen. sokan szembe azzal, Igen. hogy figyelj, most kéne elkezdeni, amíg van esély arra, hogy Normalizálódik. Igen. De és, hát... és ami még marha nehéz, hogy hogy azt érzem, hogy igazából ilyenkor az egyén vállára hull az egész. Abszolút. Holott a rendszeren kéne, hogy, hogy a rendszer vállán nyugodjon. Gyere. Tehát mindig azt hiszem, hogy én mégis mit tehetek? Oké, hogy szétválogatom a szemetet, oké, de az semmit nem ér. Az én kicsi? arra utaltam volna vissza, amikor mondtad, hogy többször elmondjuk, figyelj, ha megnézzük, hány olyan reklámot vagy kommunikációt látsz egy nap, ami azt hirdeti neked, hogy vásárolj többet hogy fogyasszál, hogy pörgest fel a gazdaságot, ha azzal szembeállítjuk azt, amit most mi elmondunk, az csepp a tengerben. Tehát itt ez a probléma, hogy ha a rendszer szintű a probléma, a rendszernek reagálnia kéne rá, hogy... A rendszer nem fog reagálni, mert a rendszernek akkor a tehetetlenség így van, on, hogy az akkor fog észre a rendszer, mikor összedől. Így van, tehát összedő. ez gyakorlatilag szépen ezért, most így... Ezért marad az egyén. Ezért már az alulról való kezdeményezés lehetősége, csak ez marad, semmi más nem marad. Én meggyőzlek téged, te meggyőzöl őt, ő meggyőzi többit, és, ne, és ezért csináltam mozgalmat, kék mozgalmat, hogy erre felhívjam figyelmet, hogy gyerekek szalva a palacsintába, óriási szarv a palacsintába, tessék szes ezzel foglalkozni, hallgassd végig, olvasd végig, kutass utána, nézd meg, hogy hogy tudsz felkészülni arra, ami következik. De mi Bak, magyarok nem vagy, vagyunk nem... annyira erősek az alulról szerveződésben. Hogy áll most a kék mozgalom? Tehát most, ha most, illetve te hogy állsz a dologban? Ugye nyilván kiesett itt egy komoly időszak, nehéz időszak. Mit, mit tud most a kék mozgalom? Hát ideje lenne végre elhatároznom, hogy a divatra koncentrálom az erőimet, vagy a, vagy az, a, 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 Jelen pillanatban én egy ilyen átmeneti állapotban vagyok. El, a, el akarok div, szakadni a divattól, ugyanis én nem, nem biztos, hogy képes vagyok arra, ezt a kettőt egyszerre csinálni. egy dologra azért rájöttem 27 év alatt. Amit csinálsz, szívvel az fog menni. Igen. Az, hogy te harmadába divat egy vagy harmadába lakásfelültő, vagy harmadába kék vagy, az nem, nem fog annyira menni. Az, az, akkor botorká mind a három. El kéne döntenem azt, hogy hogyan lehet a fenntartóságból nekem is megélnem, hiszen azért, azért nekem is kell fizetni a számlámet, és és, és, és meg kell élnem. Van arra ötletem, hogy hogyan lehet a fenntarthatóságban megélni. Ez elsősorban fenntartató építészetet jelent. Szerintem az építészetbe hatalmas potenciál van, annál is inkább, mert a cementnek, a betonnak lassan leáldozik, a kőolajnak, a gáznak lassan leáldozik. Főleg akkor, ha vannak olyan megújuló építőanyagaink, mint a fa, a kender, a szalma, a föld, amiből vályagot lehet csinálni, és, és ezek a, ezek a termékek, ezek a környezeti védők. Tehát amíg a fa kinő a földből, addig széndők szatott, fogyaszt. Viszont nem a, Bocsát, ki Akkor nem a vályog fogyaszt. az azt mondod, hogy az ökotudatosabb, mint a beton kevesebb. A fa. vályog? Hát ne hülyéskedj. hát a vályog az fölül, meg szalmából van. A szalma ugye az a mezőgazdaság melléktermék a szalma. Uh -huh. Az összekevered földdel, ami agyagos föld, Igen. meg vízzel, és akkor építesz belőle téglát, meg vályog házat, amiben, hogyha mondjuk 60 centis is falat csinálsz, akkor annál jobb hőzéket, világon nincsen. Ráadásul, ráadásul a lakásodnak a páratart, mert önmagától szabályozza. Amikor pára ment, akkor beszívja, amikor uh -huh. kicsi száraz, akkor kiadja. De ezt nem tudod megoldani egy városi környezetben. Nem is akarom megoldani városi te, környezetben. Nem te nem tudod megoldani. Egyébként nem nem Németországban épült hét emeletes szalmabálóház. Tehát létezik Hiadatlan. a technológia, működik a technológia. A egész Los Angeles, egész Las Vegas fából épült. Ezt tudtátok? Mármint, hogy a 19. században. most. Igen. Fából Jó, épül az amerikaiak túl szerkezetes minden. házak vannak, Igen, ez ja, Na, hát, nem. Nem, egész is. Amerika. De, ők, ők nem vele. Nem, akarnak beton. Ne, azt mondja, mindenki egy házban minek száz tonna beton. Igen, hát tehát ő... igaza van. Én csak azt mondom, hogy ez egy olyan piac, egy olyan lehetőség, amiből, amiről nem amiből nem tudnak. Én elkezdtem ezt a kék mozgalmáságot két évvel ezelőtt, és olyan kapcsolati hálót építettem ki, a Konstrumán, én kimentem a Konstrumán uh -huh. ezzel a, a, a a filozófiával, ezzel az ötlettel, hogy, hogy valójában ez, 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 kéne legyen az igazi politika, itt 21. század közepén Magyarországon, hogy, hogy éljünk túl, és akkor elkezdtem így erről kinyilatkoztatni egy, egy, egy standon, ami nem az én voltam volt, hanem valakié, és gyűltek oda az emberek, így gyűltek oda az építők, a kézházépítők aki ilyen fenntartható. Hát de nyilván meg, meg bent el, volt. Hogy, mindenki hogy, eladni jött, pedig egy, egy gondolattal jött. Hogy, 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 lehet ezt valójában eladni? Hogyha ebből mozgalmat csinálunk, hogy gyakorlatilag trendivé, fenszivé, divatosság, kullá tesszük a fenntarthatóságot. Köszönjük, hogy kimondtad. Ez itt kérem szépen a, ez itt kérem szépen a jövő, és én azt, azt hiszem, hogy ebben nekem nagy szerepem lehet, mert ugyanolyan a lelkesedéssel és intenzitással tudok róla beszélni, és fantáziával, és hittel, mint a divatról, hanem éppen még sokkal inkább Inkább, Át mert nagyon hiszek ebbe, és tudom, hogy ez nagyon sokat segítene a, a földbolygón, külön Magyarországon, hogyha a cement és a vasbeton helyett végre a, a földből kinövő természetes anyagokból építkeznénk. Ennek hihetetlen nagy kultúrája van, egyébként létezik a világban, ez működik, Igen. van most már vályog vályogból épp 3 d printelő. Vályog, házat printel a gép. Döbbenet. Van ilyen? Kínában hallottam a 3D printelt lakótelepi házakról, de azok műanyagok leginkább. De ha, ez... Itt nálunk Magyarországon van egy fiatal csapat, akik vályogból printelnek házat. Halleluja! Hát miért nem tud erről senki? Na majd a... Ezeknek lehet én a szó megpróbálom ezt népszerűsíteni, megpróbálom valahogy a ruhákon kívül, vagy a ruhák után ezt a fenntarthatósági eszmét, filozófiát népszerűvé, divatosság, kullá, fenszívé varázsolni. Alkalmas vagyok rá, képes vagyok rá, és nagyon szeretem a témát. És akkor egyébként, ha már marketing, meg önmegvalósítás, a saját magam által felépített, saját magamnak megtervezett kis ökofarmom bemutatásával szeretném majd marketingelni ezt a filozófiát, hogy az enyém hogy van kitalálva, az enyém hogy van felépítve, hogy van megtervezve, hogy lesz kivitelezve, ha ezt én kellőképpen gyönyörű szépen a valóságban is megmutatom, gyerekek, ez épül, ez nem, ez nem egy, 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 egy eszme, egy, egy, vízió, egy, álom. egy vízió, hanem ez egy valósággá vált álom, ami így épül hétről hétre, hónapról hónapra. Az én tervem az, hogy ezt az önfenntartó ökofarmot, egyébként nem egyedül, hanem kisközösségben, tehát én keresek magam mellé még 10-20 hasonlóan gondolkodó életerős háztartást, vagy párt, vagy embert, aki csatlakozna ehhez a filozófiához, és ehhez az építkezéshez, mert egyedül én sem gondolom, meg tudom csinálni, de lesz egy nekem, lesz a mellettem a másiknak, meg a harmadiknak, a négyek, és akkor lesz, lesz tér, lesz levegő, lesz víz, lesz kajánk, és uh, esténként majd egy pohár bor mellett fogunk kártyázni. Ambíciós és, és, tervet, és nem És pedig. énekelni, érted? És nem mm -hmm. érdekes se a GDP, se a profit, se a telefon. Tehát nem is lesz, tehát szeretnék telefon nélkül. Tehát nem érdekel. Józi, hozd már fel a grumplit! Ennyi, gyerekek. Ennyi? Ennyi? ennyi kell telefonról. Hozzáteszem, másikai. ezek a beszélgetések lakótelepi környezetbe is néha visszaköszönnek, csak akkor ugye elég sokan vagyunk, egyébként, és sokat zavarnak. Egyébként ö, ö, a vízió vége az, és a kék mozgalomnak is a, a gerince volt, hogy ezt nem csak vidéken, és nem csak a földön megcsinálni, és nem csak falun, hanem bizony rengeteg zöld, illetve kék megoldás létezik városi környezetre is. Például az, hogy a fekete áthelytető, tavaly fehérre festettem egy hővisszaverős festékkel, meg napi tettem ki a gangra, hogy ne, árnyi, ne oda nekem a nap. Egyébként hőszigetelt a ablakokra kísérelni az ablakaidat. Sokkal korszerűbb fűtőberendezést tenni, sokkal köszörűbb és energetikusabb hűtőberendezést föltenni, őszi vagy fölrakni. Hát, ha jól értem, jó egy, egy influencerség. Azért túli huncútságok egy része közülük, tehát hogy azért nagyon a társadalomnak egy nagyon szűk rétege, és sajnos egyre szűkülő rétege az, aki ezt megteheti, akinek ez van forrása. Tehát ez, ez a nehéz most benne. Még, igen. Hát most és, én azt, a és én azt mondom, hogy hogy ami egyéni kezdeményezésként, magán ö, ö, szorgalomként jelentkezik a, ö, alulról, ez előbb-utóbb rendszer szintűvé kell váljon. De valakinek el kell kezdeni, ja. és legyünk mi azok, akik elkezdik. Mert, hogyha, mert amíg tíz ember csinál meg századig nem látható. De amikor ezer csinál meg tízezer, akkor már látható, de az a tízezer valahogy el kell, hogy kezdődjön. Tehát én, én, maximálisan mélyen hiszek abban, hogy alulról lehet ezt elkezdeni, mi az ember igénye. És a kellő ember igénye ugyanaz, akkor kénytelen lesz a vezető. Tehát hogy, hogy ez a társadalom terméke vezetőit, ugye? Nem mindegy, hogy ez a, ez a társadalom. vitatkozhatnénk ne, ne, Szerintem nem. Nem mindegy, hogy ez a 9 milliós társadalom ö, a középkorba tart, vagy az új korba tart felfogásban, vagy az ipari korba tart felfogásban, vagy ez a 9 milliós társadalom, vagy akár az egész globus népessége már a, a fenntarthatóságban tart, már a spirituális ugrásban tart, már, már egy egy új ember, Megvalósításánál tart, aki békében és összhangban él a természettel. Ha gondolkodásban már itt áll ez a társadalom, akkor nem is tudna más vezetőket választani maguk körül, csak azt, aki ebbe jár az élet. A legzöldebbet, a legkékebbet kiválasztani vezetők közül. Ha van egy érett, felnőtt, kultúrát, okos, bölcs társadalom, az csak érett, kultúrát, okos, bölcs vezetőket Én magának. Nagyon szeretnék ebbe hinni, de azt gondolom, hogy az elmúlt 10-20-50 száz év nem, nem, nem ez a tapasztalatunk. Nem, nem. Tehát, hogy Most ő... kezdjük. Tehát ez egy, ez egy merész ugrás lesz. Most akkor. kezdjük. Most kezdem, és engem azt se érdekel nem. Tehát, tehát, hogy én nem tudok más csinálni, Persze. mint a saját meggyőződésemből élni és dolgozni. Ahogy csináltam a divatta 30 évvel, most sem ezzel, ugyanígy önazonosan, ön, ön hitelesen, te, teljes belső meggyőződés. Én szeretnék ebbe hinni, tehát ez egy jobb vízió lenne, mint az, amit most látok, mondjuk víziónak föl. De jön. ami rá meg rá tartozik ebből az, hogy te is elkezded ezt a filozófiát. Érted? Ennyit, ennyit arrazik rád, nem tudsz többet. Én ott ott hibáztam, hogy fejjel mentem neki a falnak a tetejének, hogy majd én megmondom, és, és én berontok ajtóstáz, és minden. Tehát, hogy, hogy majd én megválaszolok másokat, dehogy is. Hát dehogy is. Magadat, haver. Magadat. Mag és ha azt jól csinálod, akkor majd a többi példát vehet rólad. Ez marad nekünk. Ez marad neked, ez marad neked, azzal, hogy egy tök jó podcastet csináltok. Ez a ti utatok. Hívjatok olyan vendéget, aki okos dolgot mond. Mutassátok meg az embereknek. Próbálok okos dolgot mondani. Mutassátok meg. Nektek is van lehetőségetek és ö, ö, eszközötök arra, hogy ebben részt vegyetek. Hát most is csináljátok ezt. És tök jó. Szerintem ez egy nagyon értékes végszó volt, úgyhogy köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem és megosztottam Vagy... ezeket a gondolatokat veletek. Peti, és sok bo... sikert kívánunk sok... ahhoz, hogy tényleg meg tud valósítani az álmaidat, és hogy legyenek ebben követők minél többen, mert azt hiszem, hogy ez mindannyiunk érdeke. Abszolút. Erre tökre rájön. Úgy, hogy Erre kell rájön, hogy, hogy, mi egy, egy malomban ölünk, egy, egy hajóban nevezünk, mert egy, egy földglóbusznak vagyunk az ugyanolyan lakói. Igen, Erre e... megy ki a Elméletileg tudjuk, csak jó lenne, ha ez ugye a hipermarket vásárlásnál is valahogy le, le, letükröződne. Nem megyek a hipermarketbe. Nyilván. Nem veszem meg a pillepalackos vizet. Nem veszem meg. De csak, hogy ettől még... De, 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 ha, de ha 10, millió nem menné meg, az 10 millió pillanat alatt kevesebb. Nagyon-nagyon sok edukáció szükség. Is. Igen. Hosszan tartom, nagyon-nagyon. De látjátok, nagyon, nagyon. látjátok, mekkora meló lehetőség van ebbe? Hát ez a gyerekek, hát 10 élet nem elég, hát tök jó, halleluja. Soha nem fogy a munka. Hát ennél lehet jó? Soha nem fogy a munka. Ugye ebből valahogy profitálni is kell ahhoz, hogy hát tovább tudjunk. De a dokítani. munkát ki kell fizetni, ennyi. Ha hát te egy nagyon jó podcastet csinálsz erről, akkor téged nézi fognak, és fizetni fog neked 300 forintot, érted? Nézőnként, és akkor neked ebből lesz pénzed. Én is a fenntartóság úgy szeretném valahogy hogy, hogy értéket adok, ha tartalmat adok, ha jót adok, akkor ezért fizet a közönség. És ha még ettől egyszerre épülünk, egyben épülünk, együtt épülünk, akkor win-win. Ezt kell kitalálni. Köszönjük Ez szépen. Én Igen, is köszönöm a szépen. Köszönjük. A Kreatúra podcastet hallottátok. Ha tetszett a műsor, dobjatok egy kedvelést és iratkozzatok fel a csatornánkra. Az adással kapcsolatos meglátásaitokat várjuk komment formájában.